Verseny napja. A közösségi verseny napja. Hú, hát izgulok. akkor itt még megvárjuk. Igazából egyenlőre, hogy nagyjából már mindenki itt is van a lobbyba, szóval gyülekeznek a versenyzők. Mivel egészen komolyan foglalkozunk mostanában a Forma 1-jel, így mivel már volt nagyjából egy éve egy közösségi Forma 1 verseny, így gondoltuk, hogy legyen még egy, mert akkor is egészen jó hangulatú volt. Viszont az volt a helyzet, hogy egy kicsikét vegyes volt. Valaki rengeteg, hát relatív rengeteg asszisztal jött, valaki nagyon kevéssel, és így eléggé unbalanszadnak éreztem a billentyűzet és kormány keveredését. És így jelen esetben most ez a verseny sokkal jobban szigorúbb körülmények között van megszervezve, éppen ezért nyilván kevesebb jelentkező is érkezett. Ez azt jelenti, hogy igazából teljes mértékben kikapcsolt asszisztal fogunk menni. Közben megkérdezem Kodit, hogy hello Kodi. Hello. Na, mi újság? Hello. Na, meg vagyok pont, most köszöntöm be én is. Kieség. Na szóval, teljes mértékben segítség nélkül fogunk menni, assziszt nélkül. Kivéve Pingo barátunkat. Igazából az utolsó, utolsó pillanatban ugye jelezte, hogy ő szeretne visszamondani a jelentkezését, hiszen joystickkal, ő az egyetlen, aki joystickkal jön, mindenki más kormánnyal, és azt mondta, hogy nem tudja egyszerűen megcsinálni azt, hogy joystickkal megfelelően tudjon gázt adni. Ez ugye a traction controlnak hiánya. És hát nem sokan vagyunk. Nem sokan vagyunk, de úgy meg aztán még kevesebben lettünk volna. És mondtam, hogy joystickra való tekintettel legyen. Ott tényleg rövidebb a ravasznak a távja, tényleg nehezebb úgy olyan finom gázt adni, mint gázpedálon. Azt mondtam, hogy jól van, neki egyedül megengedett, szóval arra kérek mindenkit, aki benn van a lobbyba, vagy aki kormánya van, tehát mindenki kivéve Pingu, kérem az assistnál kapcsolja ki a traction controlt, mint ahogy nekem is ki van, maximum corners only okay. Cuccost, meg a menemelésük kapcsoljátok be, de csak Pingu kapcsolja be a traction controlt, ő is csak normálra. Bot kormány nem megengedett. Na, egészen jól sikerült így időben lesz, hogy ülnék, ennek örülök. Ha jól látom, akkor senki nem, Kodi hiányzik, igen. Hát jó. Én gyerekek, még másfél perc, mire letöltöm a játékot. Tehát, hagyd ne fűzzek ehhez hozzá semmit. Mindegy. Szóval addig is, amíg... Kalkulásból jövök, na, azt hittem, hogy előbb végzünk. Jó van, na, nem érdekel senkit a kifogásod. A lényeg. Még úgyis izé van itt. Bemelegedünk. Addig megbeszéljük. Kettő nagyon fontos kérdést. Hello, Gergő. Szóval kérek mindenkit, aki részt vesz a versenyen, hogy válaszoljon egy igennel vagy nemmel a chatbe, mert ez egy fontos dolog. Mivel végül is összegyűltünk, hányan vagyunk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-en. Azért az sem annyira kevés, de egészen kevés egy Forma 1-es pályán. És az a kérdés itt, hogy feletöltsük az üres helyeket botokkal. Szerintem sokkal nagyobb élet lenne a pályán, viszont a botok hülyék. Minden bizonyja, igen. Viszont mi is, Áron, te nem vagy a versenyben. Csak az, aki, igen, versenyzik. Aki jön, nyilván. Mondom, csak az, aki versenyzik. Szóval egy, Nyebalac egy igen, Bajuszka egy nem, Jani egy igen. Azért igen, mert... hát nem akarok egyedül autózni másfél órán keresztül, érted, hogyha esetleg úgy alakul, mert az a baj, hogy le tud szakadni ez a hét ember annyira, hogy ne találkozzon egymással, és ez gáz. És másrészt pedig, hogyha formányzik az ember, akkor eléggé ritka az, hogy multizik, és hát sajnos ott botokkal kell játszani, mint ahogy mi is botokkal szoktunk játszani, Kodi, és végül is, hogyha megtalálod a hülyeségüket, akkor élhető, és játszható. Jó, tehát akkor... Nyebalac igen, Bajusz nem, Jani igen, Pingu igen, Stofi igen, Feri. Én szeretnék káoszt. Szeretnél? nem káosz, nem, a bot nem egyenlő a káosszal, csupán a... Ja, Junior, basszus, hol vagy?
Ő csak versenyre tud jönni. Ja, igen. Ja, elfelejtettem. Jó, akkor egyet többen vagyunk. Jó, akkor húha. Jó. Akkor Cody igen, és én is igen. Mert nem káosz szeretnék, csak egyszerűen életet a pályára. Ja. Akkor egy újabb kérdés. A második eldöntendő kérdés, akkor ezt eldöntöttük. Bocsi bajusz, de sajnos a többség dönt jelen esetben. Az, ha figyelsz rájuk és óvatosabb jövök, akkor nem fognak összetörni. Csak tényleg figyelj rájuk és gondolkozz az agyukkal, és akkor nem lesz gond. A második kérdés, hát szerintem az expert bot nem lenne túl jó, a hard az jó lenne, vagy a medium lenne jó? A medium azzal az lenne a baj, hogy seglassúak lennének, és folyamatosan befékeznének előttünk, és belemennél. Hogyha hardon vannak, akkor ennek kevesebb az esélye, de akkor is lehetnek köztük seglassúak, és ránk fékezhetnek. Szóval a következő kérdés, hogy medium legyenek ilyen nagyon könnyen megelőzhetőek, tehát mintha ott se lennének, vagy legyenek hard, hogy egy kicsit nehezebb legyen őket megelőzni, de ezáltal kevésbé lesznek veszélyesek, úgyhogy a gyadok lesznek, mint egy szerencsétlen, érted? Szóval Pingu hard, Junior medium, Nyabalac hard, Jani szintjét állítsuk be, szerintem hard, akkor bajusz, ha jól értem, ő medium, Stoffi hard, szóval... Kodi, te mit szeretnél, hardot vagy mediumot? Szerintem mehet expert is. Jó, akkor hard, és szerintem is hard, mert az a legidegesítőbb, amikor egyszerűen követed, és befékez, és letöröd az első szállint, tehát medium az nagyon szar lenne. Hardnál is előfordult ilyet, szóval nagyon figyeljetek, oké? Tehát a botokra nagyon figyeljetek, srácok. Ne azokon bukjuk el, rengeteg kör áll rendelkezésünkre, az, hogy egy botot megelőzzünk, és vannak DRS zónák is. Ez mi? Jó. Dávid. Igen. Hello és köszi egyébként. Jött 20 darab csír egy olyan embertől, akinek az a neve, hogy ön Anonymous Cheerer. Igen, tegnap. És van Anonymous Cheerer badge-e. Tegnap tapasztaltam. Ez igen. Volt? Igen. Szóval a junior... De nem jött értesítés. Meg is nézem. Esetre, thank you my friend. Meg is nézem, hogy Junior melyik csapatban. Elfelejtettem, hogy Junior csak este tud jönni. A 2015-öt kellett leszedni, ugye, Dávid? Max Verstappenre fog majd jönni. Nagyon remélem, hogy ez így működni fog, Junior, hogy majd este bejoinolsz. Tehát akkor mindenhova rakok be botot, kivéve Max Verstappenre, meg ugye még Cody bejoinol. Cody, mi van? Semmi. Gyere már. Na, jó, 90 fokon vagyok, mehetünk. Hívja. Meghívtalak. Oké, és akkor addolunk a iDrivereket. Mi a tökön van a Steam-mel? Max Verstappen, hogy melyikben? Miért van zene? Köszi ismételten a cheer-t. Thank you the another cheer, my friend. Ó, beállítások be, hogy drogit nem sehogy. Vonatkozóan szerintem, Kage, de egyébként életvitelit is adhatsz, csak főként inkább Osura. Szeretnék ezt pontosítani. Illetve, ja, tényleg még van egy nagyon fontos dolgunk. Várjál. Max Verstappen, a Toro Rosso. Hívd már meg megint. Igen. Hú, Feri, a tökömet. Vele több baj van, mint bárki mással. Jó, hívlak. Na, hívlak. Bánat. Mi a baj? Hívtalak. Olvasók! Hát ki tudod, örülök neki, ki tudod törölni a saját üzenetedet. Mit csinálják vele? Vagy most mi van? Oké, Ferencünk is benn van, nagyon király. Jó. Igen, amúgy hallanak téged, hogyha nem mutolnak le a játékba. Ó, én nem hallok engem is. Senkit. Hát igen, mert én lemutoltam mindenkit. Vagy ja, lát azért, mert nem beszélnek. Ja, itt van, hogy kinek a helyére lehet berakni, és akkor Max Verstappen. Jól emlékszem? Fuck. Én küldtem azt a csi... Te küldted azt a csiírt. Max Verstappen, oké. Okay. Hello, Ervin. Te küldted azt a csírt, kecske, de hogy? És másnak jelezte ki, hogy ő küldte. Hát gondolom, az nem a te fiókod. Feri, foglald. Foglald. Ja, jó. Lépj be csapatba. Jövök. Fettel. Verstappen.
szurkolás névtelenül, ja, be lehet állítani, hogyha küldesz, csír. Massa egy nagyon jó fej, srác, junior. Vagy... What the fuck? Jó. Jó, tehát akkor elfoglaltam, tehát oda nem tudok botot berakni. Nagyon jó. Megnéztem a képet, kecske. Bárki tud névtelenül szurkolni. Ó. Oh. Igen, szerintem igen, ezt mondom, most küldött izét csírt, ha csírt küldött, bele tippálni névtelen szurkolás. Szerintem igen. Jó. Felipe Massa leszel majd junior, oké? Okay? Mert most hirtelen megkavarodott egy kicsikét a rendszer. Driver, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Perez. Igen. Ha valaki érdekel az NFL 2000-re. Nincs. Ó, nálam. De jó, nem adta hozzá. Ja, illetve Nesinek még egyszer innen is puszi a pociára, hogy tegnap este 10-kor feliratkozott, azért van már kettő. Várjatok, srácok, még ne redízzetek, nehogy elinduljon, hiszen még nincsen még nincsen kisorsolva a pálya. Ha sokan rediznek, akkor elindul. Ne. Akkor cseszhetjük az egészet. Ne. Kecske, most látod? Egy fecske nyarat csinál, vagy hogy a tökönbe mondják. Tehát Oroszország, Ausztrália, Japán, Spanyol, Abu Dhabi. 1, 2, 3, 4, 5. Random. Jöhet az Abu Dhabi. 1-től 5-ig. És a pálya, amin ma versenyünk, nem más, mint a hármas, ami Japán. Oh, na, shit. Az egy jó map. Japán. Ó, oh, ez az. Yes. Amúgy annyira nem, tehát hogy ismerem pályát nagyon jól, azért szeretem, de amúgy nehéz, annyira nem szeretem. Viszont japán, szóval szeretem. De jó. Az jó első az, kanyarok az. Mindenki megfogta. Meg, olyan kanyarok vannak benne. Lefosod a bokádat, érted? Fasza lesz. Japán. Hol van Japán? Ott van Japán. Ad a track. Japán, egy pályás. De még benn van plusz 20. Kusolj már. Jó. Csak kecske. Edit Hello. Track listing, track video. Oké, okay, és akkor... Halljátok a zenét amúgy? Japán, egy verseny, és akkor 100%-os versenytáv, teljes kvalifikáció, hosszú, 90 perces dolog. Beállításokat mindenki ellenőrizze, hogy megfelelő-e. Meg vagyunk, minden Assisztnál be van kapcsolva. Ja? Mindent, nézzétek. A traction controller, hogy pingu. Médiumon van. Majdnem amúgy médiumon hattam, mert az jó. Kiléptem. Na most ne kresseljen ki senki. Igen. Zsa, gyerekek! Amennyiben valaki... tehát, hogy ha mindenkinek sikerül normálisan belépni, és mindenkinek működik minden, akkor elkezdjük. Ha onnantól kezdve valaki kikressel, nem tudjuk azért újra indítani az aktuális semmit. Jó. Mennyit gyakoroltam, Gergő? A stream közben töltöttem le a Forma 1-et az elején. Ja, ez így van. Egyébként itt van. Na, oké. Igen. A vedes picsájában. Linkeljétek már be a... Ja, mindjárt csinálom. Felekonferálom, hogy kik vannak itt ma velünk. Így van, ezeket a gumikat hozzuk. Hú, nem túl. Lágy keverékek. Sárga a dolog. Egészen, igen. Hát én hozok softert, minek annyi izé, kemény. Q1-re is. Van benne valami. Én nem azt hoztam, fuck. Tököm. Szóval a mai versenyen, a Ferrari-k pilótái nem mások lesznek, mint a jól megszokott Cody Sebastian Vettel szerepében, és Dave Kimi Räikkönen szerepében. Azon kívül a Mercedes, ami ma nem Team Knockout lesz, a pilóták nem mások lesznek, mint Lewis Hamilton, ahogy másképpen nevezik egyébként magukat az orosz maffia. Nem tudom, melyik a jobb. A Team Knockout vagy ez. Pingu szerepében Lewis Hamilton és Nico Rosberg bajuszka szerepében. Azon kívül a Red Bull pilótája Jani lesz Daniel Quiet szerepében, aki kapott egy gyönyörű szép bot csapattársat. Toro Rossónál majd az este folyamán besatlakozik hozzánk Junior Red Only a versenyre Max Verstappen szerepében, így az utolsó helyről indulva sajnos, hiszen neki nem lesz kvalifikációs ideje. Williams volánja mögött, Valtteri Bottas szerepében Nyabalac.
aki szintén kapott egy gyönyörű szép bot csapattársat. Azon kívül pedig a McLaren Hondában a legutóbbi versenyről is ismer Stoffi, aki Fernando Alonso szerepét vállalta mára be. Daniel Quiet. Így van. Itt is vagyunk japán pályán. Srácok, egy visszajelzést kérek a chatbe, vagy igazából akármi is. Mindenki betöltött szépen és jól. Itt van? Mindenki megfelelő? Napos lesz az egész hétvégén, Dávid. Igen? Igen. Cseh. Tehát visszajelzést kérek, hogy mindenki szépen be tudott tölteni, mindenki itt van a pályán. És ha igen, akkor bele lehet csapni a lecsóba. 21-en vagyunk, és Junior hiányzik. Nagyon reméljük, hogy este még be tud joinolni. Ha nem, akkor az gáz. Napos időnk lesz, az így van, hiszen az egész verseny napos időre van állítva, hogy a verseny az most ne szarja ma bele a lecsóba. Oké, Feri. Igen? Meg kell csinálnunk. Gyerünk. Igen. Gyerünk. Janit is le kell levernünk. Szóval gyerünk ki a pályára, nézzük milyen. Zsa! Hú, de halka a játék. Nagyon fura egyébként. Mi ez a Forma 1-es autó egyébként? Tökre más. Mint ami... Vigyázzatok, ne álljatok meg semmiképpen a pályán afogalási szempontból, meg ilyenek szempontjából, mert könnyen tudtok olyan színű zászlót kapni, amit nem szeretnétek. Na menjünk, Feri! A két Red Bull kiszállt. Ó, itt is. Jó, most már itt tényleg hangos. Király. Hú, nagyon furcsa ez a játék a 17-hez képest. Olyan szűk az autó, vagy hogy mondjam. A 17-ben... Ricardo, miért nem szeretne menni? Úristen. Nem állítottam be izét amúgy. De nekem jött Ricardo, Dávid, már most az első kanyarba. What? Érted? Kanyarodott és lassan megy és nekem jött. Really? Ez egy hülye. Nem hülyébbök, mint a 17-ben felé. El is tűnt a pályáról. What? Nem tudom, de nekem audio settinget kell tenni, mert nagyon hangos. Úristen, ez nagyon furcsa, Feri. 17 után. Tudom. Mint hogyha az egész pálya szűkebb lenne. Meg minden, hogy az egész képaránya furcsa. De nagyon fura egyébként, igen. Beálltam Stoffi mögé. Nem szabad ilyet csinálnunk, hogy nem abba csinálni a versenyt, amiben aktuálisan vagyunk. Új, jönnek fel a régi rossz emlékek. Akkor még ezzel nyomtuk. Na nézzük, milyen a japán pálya. Jó, az útra hagy beállítása. Aha. Még a force feedback is teljesen más, minden. Fuck. Legutóbb streambe játszottam a 16-tal, tehát amikor nyomtuk az egészet. Hol kell bemenni a boxot? Ja, nem itt. Gondi még most leépítette fel, szóval szerintem ő is. Igen, nagyon más egyébként, nagyon fontos. Nagyon durva. Oh, shit! Sokkal kevésbé tapad az autó, én úgy érzem. Autó hangja is stressebb. Igen, eléggé fura. Az egyes kanyar, ez nagyon gáz. De vicces. Stoffi egészen jól megy, halad. Az évekkel még annyira nincsen megbarátkozva. Oh, shit, kezd. Fura, ez itt most végig gyakorolni kell, és nyomni, igen. És... Voltál már kint a pályán? Voltam egy kört, igen. Ja. A felét hangbeállítással töltöttem, meg ilyenek. Úgyhogy akkor jó. Most megyek ki, úgy igazából. Én már gyors kört futok. Na, Grosjean. Mit megy a srác?
Nincs izé pit limiter, az a fura. Ki az is már? Ja. Hát majdnem bele is nyomtam a falba. Hoppá, nyabalac. Science, te hülye vagy? Megfutott a leggyorsabb kert. Fuck! Fuck! Hoppá, hoppá, hallod? Nem bírtam megfutni nyabalacot. 2 másodpercet kaptam tőle. Az azt hiszem gáz. Nagyon fura. Nagyon. Olyan érzésem van, mintha nem egyből váltana be, hanem lenne egy kis delay. Hello Gergő, igen. Vagy mi? Ja, nem, ja, att is, hello, att is. Igen, neked akartam köszönni. Igen, att is, megvan a... Ami tényleg, igen, olyan... Csinálni. Mintha hosszabb lenne a váltó. Igen, nem egyből váltanám, van egy kis... Hello Ricardo, húzzál innen. No. Hello Vera, köszi. Nagyon... Nagyon szar ez a gumi. Ne izen jövök. Pingu kilökt egy nyebalacot, vagy nem tudom mi volt. Ja, az nem jó. Figyeljünk egymásra. Füvön össze-vissza. Ajaj. Science nem előző. Pingval vigyázzunk. Ő az egyetlen joystickos, legyünk rá tekintettel, hogy neki sokkal nehezebb kordában tartani az autót. Nekem jött Science és kipördült. Really? Aha. Az első kanyarban. És most sincs meg nyebalac. Ezt nem hiszem el. Jó, azt szerintem gyakorolt a srác. Hát mondjuk, ha én is gyakoroltam volna, legalább az autót ismerném, akkor... Na ja. És nem dobnám most be a homokba, akkor... Nagyon fontos, hogy az autók teljesítményi equalon van. Hop, mi van itt? Pingu. Azt az anyád! Ugye az autók teljesítményi equalon van, ami azt jelenti, hogy nincsen különbség a teljesítményben. Bárki választott bármit, csak a festés lesz más. Ja. Én meg vagyok Vera, túl vagyok egy fél házkipakoláson. Only skill-en múlik. 5. kellett lehordani egy fél izét életet. A visszafordítóban ne ragd vissza egyesbe, mert baj van. Ki dobja a segít, mint az állat. Sehol. Sehol. Anyám. Tiltott fokozat. Matthias Dávid. Elinduláshoz se kell. A kis térképen a fehérek azok, akik real emberek, a szürkék azok, akik botok, és sárga az meg te vagy. Teammate, igen. A csapattárs. Én meg a teammate. Én vagyok a nagy sárga, te a kisebb sárga. Neked meg fordítva. És nyilvánvalósz még egy... Úristen, mit megy a magyar srác? Holy shit! Jó, én mielőtt még összetörnénk... Hát azért, mert elengedtem. Mielőtt még összetörném magamat, bemegyek a boxba. Felrakom a jobban tapadó gumit, és... És széjjel rúgom ezt a fost. Hú. Nem tudtam, hogy nyebalacod ennyire kell majd számítani, számolni. Júj, rázókövön nyomsz egy izét, egy gáz, az ugrik. Akkora. Hát. Only Japan pálya lesz. Ez még csak a szabad edzés. Most a képaránya fura, vagy tényleg ilyen kis vékonyok a kerekek? Igen, Feri. Az egész, mint hogyha... Érted? Ja, nagyon bekeményítek. Fura. Ja nem, épp az, hogy belágyítok, mert felrakom a lányat. Igen, sokkal keskenyebb az autó. Na, ezt szót kerestem. Igen. Hozzátok ide a gumis kiosztást. Felrakom a sárgát. Elpusztítok mindenkit. Bajusz. Mit csináld? Bajusz megfutott 1.21-et. Ő lett az első. Csessze meg. Nincs egy 9. fokozat. Ez mi volt ez a hang?
Ja, szerintem átment valaki alattam. Mennyit ment Bajusz? 1.21. Mi van? Most már Nyebalac 1.38. Mi? Mi? Feri, te valamit elnézte. 1.38. Most a Nyebalac. Ops, bocs Feri. Majdnem kimentem eléd a picsába. Nagyon finomabban kell bánni a gázzal, mint a 17-ben. Igen, itt sokkal, sokkal, igen. Mint egy ékszeres dobozt izénél. Igen. Olyan. Vezetnél. Itt meg rámész a rázóra és hevet. Úristen! Mondtam. Júj! Feri, miatt a kömet csinálsz? Füvet nyílsz. Hogy itt csúsztam közelebb, még itt a nyoma. Igen, Kaga, 6-tól lesz a verseny. Így van. Húha, Feri, elkelőket kaptunk, ez nem lesz jó. És még Jani nincs sehol. Igen, Jani szerintem még sem most reggelizik, érted, iszik egy kávét, felköti a kis fejkötőjét, elindítja a streamet. Szerintem idejön és mindenkit elpicsáz a picsába. Szihetetlen. Megnézi ki, hogy megy, aztán utána... Ja. Beindítja az autó motorját, bemelegíti. Jaj. Mi van? Én is itt vagyok, csak azért átlátszó lettem. Bajusz. Lassú autópályám. Célegyenes ráfordítónál mindig téged is kidob. Mert olyan lefele megy, meg kanyarodik, meg... Aha, igen. Nagyon szar. Meg lehet rakni tényleg a téteket, hogy ki fog nyerni. Így van, kikinek szurkol. Vagy kikinek. Akár. Ferrari, na. Helyes. Nagyon szorok ezek a 16-os autók. Na, hagyjon. Elpadlozom a féget, és elkezd táncolni az autó, meg ilyenek. Végtában. Arra lesz kíváncsi, Jani mit megy egyébként, mert ő ugye nem... Ja. Neki a 18 volt az első Forma 1, amivel játszott. Ja. Ezzel nem szokott. Csak only ZR faktor, meg szimulátor, meg tököm. Nem szabad nyílgázt rakni a célegyenes előtt, mert... Aha. Ó, nyebasz, nem hiszem el! 4 század. Mi lenne, ha nem a leggyorsabb egyes kanyar... Hallod, ezek 50-nel mennek, Dávid, ahogy kijönnek a box utcából. Ez a felvezetőkör nekik, vagy mi? Hát, te sem mész ott nyilagyázom. Jobb időt megyek most, hogy ki kellett kerülnöm egy szart a kanyarba. Hát amikor nincs ott senki. Gyerünk, Harjátó! Harjátó? Ha? Az még létezik. Ezt nem hiszem el. Ez nagyon lassan megy, ez hülye. Harjátó, szajánakó. És mindenki tudja a végét. Jó, nyabal az izé, kemény gumi komment. Igen. Nem is izével. Igen, szóval. És én lágyon alig bírom lenyomni, érted? Jó, mondjuk, leszakad a tököm, úgy nyomom neki. Nyilván ő lehet, hogy gyakorolt. Én most töltöttem le a játékot, szóval esélyem nem volt. Itt hiába játszottál már 17-tel rohadt sokat, ez más. Ez nagyon más. Igen.
fuck? Na. Ez a célegyenes. Nem szabad padlózni. Ja, hát azt nem. Majd a versenyen megfogjuk. Jó. Úgyis hibázni fog. Az a baj, én is. Ezek a balos jobbosok annyira rosszak. És az a baj, hogy ott kéne jobbat mennem. Igen, az lelassít, az főgyorsít, az lelassít, az... Igen. Ott nagyon rosszul megyek, és... Jó, ott veszítik egy rakás időt. Hát ez igen. Jobban el kell fordítani a kormányt egyébként, mint a 17-ben, azt vettem észre. Nem elég egy picit, itt sokkal jobban kell. Lehet. 17-ben jobban tolja az orrát, itt annyira nem. Oké, Diesel. Majd akkor szólj majd, ha boxba állok, mert el fogom felejteni. Nem merek rálépni a fékre. 18 még a... Igen, 18 még jobban tapad. Elég durva. Hoppá, Richre fel kéne rakni, Feri. Én azon megyek. Én nem. Az jó, hello! What the... Júj anyád! Köszi. Ezek a botok, ezek micsi? Júj, bajusz! Nem tudom, de folyatékosak. Nagyon. Mivel lesz a monokedlit? Hát igen. Hússal. So many hússal. Meg egy kis nokedlivel. Jó, mert végre most már nem izé 20 körre van üzemanyag, mondjuk csak a 3. Annyira más, hogy kell adni a padlót, annyira más, hogy kell adagolni a gázt, a féket. Igen. A féktávot, a kormányt. Nagyon szar az izé bemondónak a hangja, alig értem, amit mond. A recsegős szar. A Hungaroringen is mikor kim voltunk. Hello, Feri! Hello. Megjöttem. Ez a ráfordító, ez egy fos, tehát itt egyszerűen épp, hogy rálépsz a gázra, és kidob. És meghalsz, és véged. Igen. Sokkal halálosabb a rázókő. Igen, az biztos. Itt érezni, hogy van rázókő. 17-ben annyira nem. Oh, fuck! Nem tudtam, hogy engedjem előtt. Az vagy közeledett a kanyar. Bocsi. Köszönöm az Anonymous cheert. Hariátó, te köcsög! Jaj! Köszi, én is jaj. A cheert! Jaj! Kösz, kecske! Mi volt a baj?
Tudod, a 17-ben, ha ráfékezel a botra, akkor nem tudod, nem is... tudsz úgy ráfékezni, hogy beléd jöjjön, mert bot. Igen, mert ő is lefékez. Itt beléd tud. Úgy belém verődött, hátulról hallod, öröm volt nézni, és így azzal lendület, hogy ki a bukótérbe bele a falba. Most nem te voltál? Azt hittem, hogy itt is olyan, mint a 17-ben, hogy visszafékezel automatikusan. Kecske, az mi? Na, ez vicces volt. Hát ez vicces volt. Hello, Feri! Ez van. Az igen, úgy kiteleportált a csávó a boxból. Dízel! De kár, hogy ilyen messze laksz. Az egy adag rizses hús, az igen. Nekem tudod, mi lesz az ebéd? Még na, Áron, te már nyabalac van vagy? Hát mindig, aki a leggyorsabbat futja, az kell. Hát... Bajusz futott az első szektorba a legjobb időt, és ő a negyedik. Ferenc a harmadik szektort megette. Egyelőre a leggyorsabb. Na nézzük a szektoridőket. Dávid a második szektorba elpusztította mindenkit. Mi a fos? Tehát, hogy a közelében sincs senki. Mit csináltam én a második? Hol a második szektor? Tököm tudja. Jaj, a visszafordítót nagyon jól vettem. Nem tudom, hogy hogy, de úgy ráfékeztem. És olyan jó kigyorsításom volt bele, hogy ez valami hihetetlen. Harmadik szektorrad az nagyon jó volt. Gondolom ott a végén a célegyenesnél. És Nyebalac az első szektorban pusztítottam mindenkit. Aha, az az íveket veszi nagyon jól. Mi? Ott a kis ikon, hogy beszélek a játékban, remélem nem hallanak. Hát én azt hiszem, nekem le van mutolva mindenki úgy unblock. De nekem is tényleg ott van, Dave beszél. Na mindegy. Hát csak mondták volna, hogy probléma. Zavar, hogy van, ja. Szerintem nem is mindenki hallgatja a streamet. Hallgatják a taktikot! Mindenkit kilagunk majd, Feri, jó? Na tehát akkor Nyabalacon mögöttünk. Ó, Feri hozod, igen, nagyon közel. Én most, nekem nagyon beadt ez a kör, nem is értem, egy 36 héttel. Bajusz, nice. Ja, Jani már volt Jani mért időn? 1.41-et futott, etet. Ez hallod, mint a Hamiltont látnám a 17-es izéinkbe. Hogy így megfut ilyen izét, Hardon. Ilyen 1.41-et, meg ilyenek, aztán meg így. Végre így bam! Leesik az arcon. Lentebb veszik a üzemanyagot, hol az üzemanyag? Na megnézzük a médium gumit. Mert a sárgám az így szarrá kapott. Ez a 6 kör alatt. Vagy nem tudom melyik mondtam. Tényleg? Hát 40%-os lett. What? Úristen, hogy nézte? Lehet. Nekem 18 mondjuk. Na, se túl friss. Igen. Hát 8 kört mentem. Hát ezért mondom, hogy jelenleg a leggyorsabb eddig. Új. Hardon mész, Feri, vagy mi médiumon? Aha. Jó, tehát az első szektoromat kell nagyon jól megcsinálni. Nem szabad rázókövet érinteni. Hallott 16-10-es képarányban sokkal szélesebb az autó. Egy kicsit úgy... Miért? Te hanyas képarány? Mi? Autóban nyomom, automatámból. Hát, de gondolom akkor 16-9-re rakja, nem? Igen, de most 16-10 így egy fokkal jobb, szélesebb az autó. 16-10? Aha. Oh. Hát 16-9-es monitorunk, nem 16-10. Hát igen. De így úgy szerintem sokkal jobb. Nézd meg, és nekem az idiótája!
De visszarakott a pályára. Ki akartam csúszni és visszarak. Jó. Azért nem mennek csak úgy neked. Hát be akartam menni belső ívbe és ő nem engedett el konkrétan. Uh-huh. Tehát nem hagy helyet a bot. Hát a legszarabb kanyarba valószínűleg nem is tud. Hello Nashi. Hello Nashi, kösz még egyszer a subort. Kersz, nincs kár. Ó, veregessem beléd, Brozsán. Csak a te autódban, nem? Nézd meg. Ijj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 
Isten! Bajusz viszi a táblákat! Gyűjti a pontokat. Annyit látok, vágja a füvet, azt a táblákat viszik. Úristen, mi van itt? Ja, mert aj... Vagy, what? Ja, leizelte. Game-et. Hát, ez életem legjobb köre volt, komolyan mondom, érted? A háromait kellett megelőznem az első részen. Gombkiosztást tudok állítani? Nem tudom, én boxba állítottam. Sok minden nem tudsz egyébként. Hát átrakni, igen. Na, azt akarom átállítani, mert máshogy van a 17-ben aztán. Igen, nekem is fordító volt. Valakinek füvet is kell vágni, az is igaz. Egyébként szerintem lehet, mert ha most ezt képelsz, lehet, hogy lehet. Nagyon valószínűleg lehet. És akkor átlátszó is leszek király. Box this lap, please. Box this lap. Jaj, be kell mennem a boxba, amúgy is, fuck. Advanced Wheel Settings. Preset 1, hú, hogyan fel. Kell ezt? A F1 aztán valami custom izé. És akkor várjál, Logitech G28-re átmegyek, és akkor... És akkor igen, és akkor... Look back. És akkor Activate DRS. Jó, de ezek a botok is egyébként csak arra lesznek jók, hogy lekörül majd őket. Hát igen, igen, ezért vannak teljes mértékben. Így hardon is. Ja. Lehet mehetnének akár még fentebb a... Milyen időt futnak a botok tényleg? Nem tudom, hogy most már lehet állítani a nehézségüket. Lehet, hogy nem. Ezek nagyon szart mennek. Ezek mehetnének egyel fentebbre. Hát majd, ha kilépünk ugye a verseny előtt. Hát ja, csak nem tudom, ott lehet-e majd. Hát csak mondjuk most kéne megnézni őket ugye. Ne versenyen, hogy mindenkit szarrávernek. Jó, mindegy, jók ezek így. Hát annyira nem durván lassú, de nagyon kell vigyázni tényleg. Rágjam meg a fülöd. Jó, hát zsinórba négyet előztem meg cleanbe, szóval azért és felvezető köröm voltak. Ja, annyira nem brutálisak. Ilyen szempontból. Hogy kihessz a boxból, meg kapsz egy pillanatra DRS-t. Nice. Ki kell használni. Oszd be! Azzal kanyarodok utána. Tehát kéne menni egy kört, nyitott DRS-sel. Challenge. Úgy előztem meg Palmert, hogy láthatatlan lettem és átmentem rajta a visszafordítóba.
Oda jó időm! Retired from session. Sokkal más a panzer. Ki? Pingu. Az rib. Akkor kilépett. Ez érdekes. Pingu, mi újság? Sokkal másabb az autó. Nagyon szar. Ungörít az irányítása. Nagyon csúszkám. Jobban oda kell figyelni rá. Halló, Nesi! Ai keresztbe rakott. Azt írja Pingu. És belementél falba? Ja, akkor lehet, akkor összetört az autóját. Kitört a kerek, oh. Az gáz. Neki a falnak. Húha. Igen, vigyázzik el, hogy... Aha, itt a célegyenesben itt voltak a darabkái, ha jól láttam. Vigyázzik el rájuk, tanyom. Úristen! Na ennyi a jó időmnek, érted, első kanyar. Rázókör, ráment az autó segge... Volt, nincs. Tapadás. Az a baj, hogy most kevés benzint hozok magammal, és nem is voltatok kint még egy kört. Ebből szerintem. Valaki, mi? Palmer keresztbe áll a pályán, és nem bír elindul. Ja. What? Kicsúszott Stoffi elé Palmer, de átlátszó lett, és nem mentek egymásnak, de... De mi? What? Mögöttem volt, mentem a tempót, nyír se volt, majd egyszer csak hátba kiforgat. Grozsán szó szerint engem is kilök az egyenesbe, azt mondja Bajusz. What? A szép. Hát de hogy, hogyha a seg lassul? Mert ők nem lassítanak, érted? Ők mint ott se lennél. Ezek akkor egy... Hát hagyd ne mondjam. Hogy mi? Nem tudom. Ez nem normális jelenség. Hát engem alapesetben nem nagyon érnek utol, tehát hogy... Hát jó, mondjuk én is leelőzöm, aztán ott hagyom őket, de... Nevek nem nagyon kellene visszaelőzniük, mert annyira nem durvák. Hogyha esetleg mondjuk levezetőkörön vagy, vagy felvezetőn és rohadt lassan mész, akkor benne van a pakliba, hogy... Nem állsz félre, akkor beléd megy hátulra. Arra vigyázni kell. Tehát éppen nem tempót autózol. De még Bajusz azt mondja, hogy tempót autózott. Nem értem. Ripley mű. Á, ú. Ja, ugye. Úgy toltam le most is hülkemberget a pályáról, mint annak a rendje, hallod? Távozott az éterbe. Megyünk AMT-sre? Igen. Bajusz, mi mindig tartja az első szektorban a legjobb időt, érted? Bajuszi. Én a harmadikban, te az másodikban. Igen. Nem Nyabalacé volt az első szektor? Nem. Wow. Szép. Az első szektor az nagyon nehéz. Kölyök, ez dízel. Van egy ilyen külön beállítás köge, hogy kit támadjanak a botok. Melyik nap? Hát nem tudom, melyik nap megyünk. Ja, még kopottak a gumiaim. Nem pont ezzel kellene próbálkozni a leggyorsabban. Vagy vasárnap. Nekem még kellene, mert nem érzem a pályát, és nem bírtam még olyat, mert ne érjen utol a célegyenes. Célegyenesben az egyenes részt, amikor kb. 10-es padlón vagyok, és akkor. Mhm.
Hát nem tudom, nem láttam. Kajak diesel, az igen. Na. Tudjuk, de hogy fogyatékosok, mert egy egész szezon nyomtunk le velük, Feri. De lehet velük élni. Én nem ilyenre emlékszek egyébként. Vagy most csak megszoktam ma 17-et. Mire gondolsz? Ez valami útvar. Nem rosszabbak. Jó, de jó, hát... Kicsivel, kilök, de nem sok. Nem hagy helyet, érted. Hát ott is hányszor kilöket, mert Bottas. Hogy lök ki? Jó, hát igen. Mikor löket ki? Hát téged? Nem engem, hanem hogy hát látod az izét. Hát jó, de nem láttuk, hogy mi volt ott. Lehet, hogy éppen... Ja. Nyebben az üzenet, hogy ő is adna az expertet. Az expert hát botokat? Igen. Na de akkor még jobban kilökne mindenkit. Akkor már lehet, hogy engem is kilökne, mert gyorsabb lenne. You know? Mindegy, így maradunk. Ja. Igazából... Pingu... Nem tudom, hogy még itt vagy a versenybe, vagy már kiléptél a sessionbe, de... Nyugodtan lép ki. És mehetsz nyugodtan gyakorolni quick playbe. Jó. És majd, hogy kezdődik az időmérő, újra inveljük a lobbit, és akkor elvileg minden király lesz. Oxi? Csak mert, hogy akkor így most azért csak kiesik neked 50 perc, ami azért nem akármi, nyugodtan menj. Nyomjad. Jó. Akár botokkal, akár botok nélkül, ahogy szeretnéd. Hát szerintem inkább botokkal, mert érted. Ha. Már kitanulod őket, hogy hogy működnek. Mert ez egy külön faj. Nagyon közel nem szabad hozzájuk lenni. Au. No. Egy DRS. Ferenc, vigyázz. Úgy nagyon. Annyi az inne. A kamerát átkaptam, és épp azt akartam mondani, hogy egy kicsit fura a belső nézze. Rosszabb, mint a 17-ben. Hát legalább félreálltam. Nagyon szar érzés, hogy Nyebalac meg Jani még nem jöttek ki a lágyon, és... Rohadtul veszélyeztetve érzem magam. Amúgy igen. De nem tudod, mire számíts. Jani, az amúgy hol van? Mert én nem láttam, hogy ment. Jani, nem is stream, azt hittem streamen. Hanem ránézek benne. Ez csak a versenyt fogja, vagy valami. Kviat te! Esélyt ad! Ja, lehet az utolsó helyről indul amúgy. Legyen kihívás. Ja. Fuck! De szar egy befejezés volt. Ha valaki lassúzik a pályán, akkor többet nézzen hátra, mint előre, hogy itt kell elengedni, és menjen le a Muróvára is. Jó. Anyád, de szar kanyar volt. Így van, Kage.
How's the car feeling? Davide, hello. Remélem streameli majd Jani, és akkor oda is át lehet nézni, mi az újság van. Hogy megy? Jó. Hosszú egy pálya amúgy. Igen, egészen. Elfogyott a sárga szettem, ami úgy szar. Gyors körfutós. Meddig körözgetek a pályán? Hát szerintem amíg el nem kezdődik a Q1. Ja. Mert ezt gyakorolni kell. Amúgy Dávid... Igen. Állítsa izén a fékerül osztásom, mert nekem nagyon hátul volt. És legelőre raktam, 75-ig lehet azt hiszem előre rakni. És jó. És nem fogja kidobni a seggét, ha fékezel, ugye, mert hátsód, ha csak hátsó féken lenne, akkor nyilván akkor elkezd hintázni, amikor fékezel. Mm-hmm. Egy kicsit. És előre raktam, és azóta nem csúszok meg féktávon. Oh. Most mentem 3/10-del jobb kört. Egy használt szar gumi. Jó, van, hiszek neked. Mert egyébként a 17-ben is 75%-on van előre rakva. Tényleg? Itt 60-on volt. Aha. Azt hiszem legalábbis. Itt 60-ra volt rakva. Jó, megnézzük. Majdnem fele-fele. Hát ja, mondjuk az első... Hagyott itt egy pár papírt. Jobbosba, mi? Szoktam már füstölni a jobb elsőt. Kifli már elment, tényleg? Aha, már tegnap. Lol. Húha, Feri, jössz nagyon. Gyere. Nem levitted a hajamat. Szóval front brake bias. Igen. Az nekem 61-en volt, és akkor fel 70-re? Hát vagy ameddig tudod. 75-ig tudod, azt hiszem. 70-ig. Akkor 70. Differentiál. Ja, differentiál a 70-re. Ah, azt is felvitted? Nem, azt ahhoz nem nyújtam, ahhoz nem értek. Na ja. Gondolom differenciál mű, de hogy mit jelent? Mit akarjál szám? Most előbb... Na, nem tudom. Hát a kanyarban, hogy mennyire legyen merev az autó lényegében, azt hiszem. Ezzel azt lehet. De hogy... Most ezzel ott mit kell érteni, az megint más kérdés. Hát meg százalék. Tehát érted? Hogy most melyik a jobb? A nagyobb vagy a kisebb százalék? Nyilván nem így van. A 100% only. 100% vagy semmi. Hát... Te vagy egy boxdiszlap. Safety carből van kapcsolva, kíváncsiak lesz majd. A kurva! Hallod, 3/10-et tartottam folyamatosan és elcseszem a végére. 0-0-25-öt ment. Húha. Anyádat az. Most annyira nem fogod be a fék. Amúgy Richen alig fogy a... Ja, nem ugyanúgy fogy kb. Jesus! Mi a... nekem nagyon nem adja ez a fék, Feri. Igen? Nagyon nem. Egyszerűen irányítatlan az autó. Tényleg? Akkor neked valami más fék van, vagy nem tudom.
Konkrétan, mintha nem lenne fék az autóban. Olyanokat. Csinált alattam. 61-en volt, de csak 62-re, meg 60-ra állítottam. Az igaz. Bajusz, megint a füvet vágja. Nyelvalac felőtte Vox kesztyűt. Félek a botoktól, Dávid. Szerencsétlen kegyéme. Hát de mi lesz rajtnál? Amikor... Júj, úristen. Hát az szép lesz. Igen, ott kell majd nagyon-nagyon hidegvérrel mindenkinek a saját pozícióját megőrizve szépen elrajtolni. Igen. Az a baj, ha előbb fékezel bele, az is baj, ha később fékezel bele, az is baj. Hát igen. Az első kanyarba. Ha később fékezel bele, belecsúszod az előtted lévőbe, korán fékezel bele, beléd jön a hátulról jövő. Hello, Maradi! Nagyon gáz. Elfelejtettem több benzint hozni. Szia. Itt mintha gyorsabban beraknának a boxba egyébként, vagy nem is tudom. Aha. Lehet nem úgy, Gergő, nem? Rövidebb az animáció. Legalább nem fog esni. Achoo! Igen. De jó, hogy a legélesebb kanyar előtt. Húha, stofja! Húha! Jézusom! Stoffi mivel játszik? Kormány. Kormánya? Egyenesbe elég szépen ment így jobbra-balra. Melegíti a gumikat. Mi? Azt hittem, hogy... Én megy tovább, csak azt hittem, hogy ott ki fog törni minden is. Hát nagyon melegíti a gumikat. Dante. Hú, az ott jól elfékezted, Dávid. Nem, ez így szoktam, ez így jó volt. Igen. Aha. Befogja, mint az állat. Ja, aha. Legalábbis, de én úgy érzem, hogy egészen jó. Így. Azért vagyok, mint basz. Mi? Mi van? Mit mondta? Zsidáló. De én nem értem, amikor ilyen kupák vannak önben, Jani játszik. És érted, 20 darab player. És mindegyik... és mindegyik... egyik se bot, szóval mindegy player, 20-an vannak, és úgy egy rajt. Hogy igen. A viharban nem hal meg ott mindenki. Ó, nem tankoltam többet, fáj. Hogy? Szerintem valaki meghal. Mindig. Érted, szerintem legalább minimum egy valaki ott legelől keresztbe áll, és mindenki bele dír. Hát nem, mert mondjuk ők lehet, hogy már tudnak rajtolni. Hát de hogy lehet úgy tudni rajtolni? Jani az e-sportoló. Autós játék e-sport. Hát ő, jó. Szimulátor versenyző. Ja, inkább azt mondanám. De nyilván nem főállású e-sportoló, csak hobbi. Ezt én már e-sportnak nevezem. Nincs olyan futam, én ligázok, ahol, amin nincs crash. Mondjuk igen, ez igaz.
Shifty, te is jöttél volna. Mondjuk meg lehet, hogy nem vagy 3 hónapos. Hát igen, nagyon kell egymásra. Chat. Halló, Dávid, most hoztam ki a gumikat. Most újat raktam föl. Uh-huh. A felvezető körömet nyomom, és 3%-os. Tehát még a felénél tartok a pályának. A lágy, ez a lágy. Az igen, amúgy nekem is olyasmi. Ez VTF. Áv. Jaj, előttem megy egy bot. Előttem is. Fák. Nagyon durván kopik a set. Úristen. 17-hez képest. Hányszor kell majd itt kiállni? Én nem tudom egyébként. Tényleg ettől kanyargósabb pályát. Ritkán látni. Tudd neki fölé! Hello! Úristen. Mit ment a magyar fiú? Szélegyensre fordítani, ott ketten kivoltak csúszva amúgy. És átmentem rajtuk konkrétan. Köszi Gergő, elodisztném. Az de közel volt nyabalac, úristen. Hát azért tényleg vannak kamikáze pilóták. Szép volt, Feri. Köszönöm. Ez már csak rosszabb lesz. Inkább ki is állok, elszívok egy cigit. Nem is cigizek. Na, a Gostofé nekik is furcsa. Feljönnek azok a reflexek, ne aggódj. Júj! Levezető körényben jobb íveket autózok, mint bármikor máskal, érted? Feri, te már meg miért tökümet csinálsz? Ja, most csak ilyen 0-0-0-3-mal. Nyugodjál. Ja. Bocs. Mert jobban vettem az utolsó kanyart, mert ott összetört, összevizéték egymást, azt átmentem rajtuk az ideális íven. Meg láthatatlan voltam, az volt a szerencse. Elfogynak fogyni a gumika. A 90 hát perc végére. Igen, én sem tudom mit fogunk csinálni. Jó, mondjuk nézzük ezek van szabad edzésesek. Ó, ne már. Ujj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 j
Hello Palmer. Húsz százalékos a gumi, nem tudom mennyit mentem vele. Hello Bajus! Úristen, de lerajtója! Palbert! Puha pöcs! Mi történt? Azt hittem kihúzza az autót oldalra, de nem. Ú, de jó az a ridokétid damage, hallod? Belementem hátulra, és semmi baj az autómnak. Akkor nem full damage van? Nem. Ja. Ez szép volt. Még ott lenne baj. Hát ja, most az, hogy érintkezünk egyet-egyet egymással, vagy velük, akkor ne törjön messze itt az autó, mert nem feltétlenül arra van szó. Ja. Ha kicsúszod, az sokkal nagyobb büntetés, mint az, hogyha... Jó, nem sokkal nagyobb, de az is éppen elég. Inkább azt akarom mondani. Feri, kéne egyet kergetőznünk. Uh-huh. Megszokjuk, hogy egy player vs player. Most aztán meg kell szokni. Anyát! Ne fogjon ki, légy szíves az üzemanyag! Most ne! Most ne! Itt ugratok a sódrágyba olyanokat. Nem fog venni! Ha... David, most elfogy. Hallod? Ne! Léci! Visszarakom inkább Linre! Ne! David! Hét tizeddel mentem gyorsabban! Hét! Ez szíje! Janinak el kellett menni állomásra. Azért nem volt itt. Hihetett? Hogy? Feri, hogy? Igazán, hogy autózol te hetet? Mit csinálsz? Kevés benzin van az autóban? Épp, hogy kifogyott. Ó. Oh. Szóval, igen. És 20%-os lágy gumikon mentem. Úristen. Érted? Ahogy fordultam rá abba a fos lejtőn. Ott nyugi, fogyott Feri, ki. Benned így, van. Így ment vissza. Majd a izébe. Az időmérő megmutatod. Megmutatod a világnak. Na, kimenjünk egyet kergetőzni? Fehér gumi és sok benzin. Most már futok még egyet. Jó. A tököm ki van. Akkor menjek én is egyet. Mi volt Janiva? Mert közül... Elugrott a kocsival. Tehát eddig nem volt itt, afkolt. Aha. Nem vagyok ideges amúgy. Hello, The Six. Nem, Florian, 6-kor kezdődik a verseny majd. Tehát most meddig tart ez? 4-ig? Nyilván az kinyírta a gumijait, az első szettet. 2-kor kezdtünk, 4-ig tart körülbelül. Túl fog gyúlni az 4-en jóval, de... Hallod? Százzal megyek és Grosjean beállt mögém. És itt lassúzunk egymással. Nyabalac left the session. Jó. Nyabalac. Ez egy dolog, hogy elfogyott a gumin, de... Ennyire? Mi történt? Hogy maradt még egy kör üzemanyagom egyébként? Ilyenkor mi? Nem eszik az autó, vagy mi? Azt hiszem, hogy egy bot volt. A probléma. Az édesanyukáját, azt mondja.
Vagy nem biztos, mert most lép vissza a Forma 1-be. Steam Connection Steam. Loss. Elektromotor, igen. Emlékszel, amikor egyszer a verseny végén kaptunk egy olyat? Azt hiszem, igen. Nem tudom, hogy ilyenkor vissza tudsz joinolni, meghívlak. Hát ha van benne ilyen. Várjál. De akkor Pingut is hív meg. De Feri összetörte. Ez teljesen más. Ja, tényleg. Ulaj, próbálj meg rám csatlakozni. A kis tökömet! De ilyet nem lehet még egyszer menni. Érted? Joined, hoppá. Micsoda mechanika van a 16 alatt. 17, lehet, tudni nincs ilyen. Lehet csak spektételni, tudod, az a baj. Gondoltam. Fuck. Jó, akkor téged is újraimbelünk majd a időmérőnél. Bajuszka left the session. Na, még valaki? Látok a Steam szerverek, vagy mi van? Nem tudom. Remélem, hogy mindjárt én is kapok egy ilyet. De Feri, te hogy vitted azt az első szektort? Mit csináltál? David, a tököm tudja. Próbálok én is menni, de nem megy. Nem csúsztam meg sehol, érted? És volt egy-két olyan rész, ahol elszartam. Azon kívül meg nem csúsztam meg. Aha. Kezdem nagyjából érezni. Kocsit, mit hogy. Meg ez a 16-10-es rizé, ez jót tett a... Bajuszke, ezzel játszik Rocket League, na várjál. Jó, mit csináljon, tehát érted? Miért, Bajusz, mi történt? Kilépett az előbb connection loss, vagy mit írt ki. Mert neki is Steam loss connection lett, vagy neki mi lett? Azt nem írta. Azt nem. Most vagy megunta ezt a... Ezért... Nem tudom egyébként. Ajjaj. Lép köridő. Magamtól léptem ki. Rage quit. Oké. Okay. Van ilyen. Van. Fuck! Túl nagy gázszerök, túl hamar. Jani, már a negyedik, Dávid? Oh, ne. There he goes. Hello, Anakin. Addig minden rendben. Jó, Luke. Anakin vagy, hogy hívja? Skywalker Anakin vagy, nem tudom mi a neve. Igen. Ja, hülye Anakin Skywalker. Igen. Vagy mi? Ököm tudja. Hát ez már Skywalker Lajos. Ez rip.
Mit ír Bajusz? Van összes 40 FPS sem. Azt hisz off, úgyhogy csak egy-két hónapja van, mert a kormány próbáltam. Ez így nem felpedjen a pályán a legrosszabb az összes közül, hogy utálom. Hát ez biztos érő ott nehéz pálya. Hát igen, nem szabad padlózni meg ilyenek, azért szépen kell bánni a gázzal, hogyha azzal van baj. Nagyon. Szép lassan. Hát ja, meg attól függetlenül... Tehát egy egészen jó időket futottál, tehát hogy... Na mindegy. Hát én azt mondanám, hogy próbát megér. Én is azt mondanám, de... Veszíteni nem vesztesz fel a semmit. Maximum nem lesz a leelső, érted? De hát meg kiesett az egész izé mezőny, érted? Összetörjük itt egymást. Így van. Hogy én nem tudom, mit csináltál, de semmi. Érted? Semmi. Akárhogy nyomom, egyszerűen nem bírom. Egy csak a töredékét se kihozni, amit csináltál. Menj már Alonso, vagy gyászba teszlek. Nem, most én is ilyen nullára jövök ki folyamatosan. Ja, még nem is tudom, hogy hanyas a gumiszett. 20-as. Még te is ilyennel futottad. Igen. Ez a GG, Feri. Hát, ez már nem lesz egyre szarabb. Kurva! Há? Fos, ketté töröm mindjárt. Skocz lovon vagy és 40 FPS. Hát mondjuk az a tényleg nem kellemes. Ott rohagy meg akkor. Már 41%-ot. A 20 volt az előbb, egy-két körrel ezelőtt. Há, mi ez? Ja, durván kapik legyen. Jézus. Ó, ez most még nem volt annyira szarkör. Amennyire lehetett volna. Akkor maximum óvatosabban menné be őszem. Van megoldás. Ablakmódban nem kevesebb az FP? Hát, játékfüggő. Mert ott még tudná akkor, hogyha fullscreenben lenne egy V-Sync-et bekapcsolni esetleg. Aha, ez mondjuk működhetne. Vagy esetleg egy kisebb felbontás. De Windows ez a sokszor kevesebb FPS-je. Melyik kidobta Nyabalacot? Ez jó. Nyabalac, ez joined. Akkor jó. Akkor... De Nyabalac, te is jogottam mehetsz quickbe gyakorolni addig. Mint egy pingu. De csak spektételni tudnám. De azért mondom, hogy indít egy külön quick play-t is akkor ott. Ja. Minden esetre akár rá is googlezhetnél erre a problémára, mert másnak nincs ilyen, lehet, hogy valami. Tűzfal vagy tököm tudja. Ja, mégis tudsz játszani? De nem azt mondtad, hogy csak spe... Igen, az előbb, mint azt mondta volna. Mindegy, ez csak jó. Az csak jó. Grosjean! Ez a föl, ez hallod, ez hegyről le, hegyre föl. Jobb belső sokkal jobban kapik, mint bármi más, érted? Nagyon durva. Megtaláltad a megoldást. Oké, király. Jó az, Florian, kevesebb üzemanyagom lesz izére.
mért körre. Úristen, úgy blokkol a jobb elsőm, hogy már kockás, hallod? Ja, itt megy előttem egy bot, de jó. Nem, három kör az elég lesz. Azt hiszem, a másfél kör nem volt elég. Ritchen. Mint hogyha a jobb elsőben egy számmal kisebb cipő lenne, mint a bal elsőn, hallod? Annyival kopottabb. Jó, ez már egy szarkör. Nagyon durva. De a jobb első kanyar koptatja annyira. Főleg. Nasri! Más se izé versenyzik, nem? Nasri. Nem hiszem. Én nem láttam a 17-ben. Hallod, most a 19-ben olyan nevek vannak, te? Hát... azt tudtam, hogy léteznek, hát... 17-ben még nem is voltak szerintem. Mert a... na, igen, 17-es évben. Sehol nem volt. Úristen! És az első helyeken van. What the fuck? Stofi! Úristen! Mi volt ez a hang még mellé? Mi a bánat? Hallod? Adott ki hangot, vagy mi? Stofi belerongyolt a falba szembe, érted? Belecsűrte, és ilyen, mint hogyha kihúztad volna félig a mikrofont, olyan hangja volt. És rendesen halkabb lett a játék, meg minden, nagyon creepy volt. Úristen. Hát Feri, Japánt nem várom. Ezek után én se. Driftelni jól lehet rajta, de max ennyi. Megnézzük, hol kapja a defektet a jobb első. Oké, okay, nyebe lesz menj, igen. Királyság. Tudod, itt van ez a visszafordító hajtű, és ott is szembe bele a falba. Nyelv alatt. Vagy mi nem, Stofi. Hát ezt nem hiszem el, Feri, mi a bánatot csinálsz már komolyan. De most csak 4 tizeddel lett jobb. Csak 4 tizeddel? Még lenne benne. Lépjek rá a töködre. Még lenne ott. Elfékeztem, és a gumifal... Fogsz this lap. Minek? Igen, fette a falon, tényleg én voltam. Senki nem ment el, nem tudom miért, de... Hú, bebukolt és elrepült. Mi? A gumifalba belevágolt és elrepült a gumifalba. Akkor annak volt olyan hangja. Dávid, itt a gumifal! Mi? Mi a szar? Klippet, Ferinél, klippet! Ha itt jársz a
visszafordítóban nézd meg, szerintem ez neked is ott van. Milyen szar! Annak ment neki. Állítottál az autón, Ferenc? Nem, azóta nem, ugyanúgy 70%-os izén megyek. Csak annyi? Nem lehet itt több tapadást kell ráadni? Nem tudom. Igen, Vera. Ott repült a gumifal, érted? Rendesen látod, hogy becsapódik? Nem, vagy a mi? Gumifal elkezdett így össze-vissza izéni. A levegő. Ja. Így ment össze-vissza, irángatolódott. Okay. Miről volt videó, Fettelfon? Majd nézd meg! De valaki linkelje be a klipet ide hozzá. Megnézem. Ja, azt hittem, hogy kimész, hogy úgy megnézed. Lehet, hogy látod egyébként. Megyek, de én nem láttam, én már voltam azóta ott. Akkor közel kell menni. Közel kell menj menni. Menj ki oda fűre. Ott jobb szélén ott lesz. Nye balac, bejött elém. Panyek már. Oké. Peri. Úristen. Na. Mi az? Nem látod ki az első? Nem. Bajusz left the session. Bajusz itt se volt. Hogy nem látod ki az első? Belém. Na várjál, most jöttem be az SD boxba, azért nem láttam. Na álljunk csak meg. Ja, amúgy tényleg médiummal mentem a leggyorsabb körömet. Nem látom a gumifalat. Nincs ott? Nincs. Jani! Hát haló! Mennyire, hát, haló. Mennyire alázott le? Egy tized, másfél. Csak. Aha. Hát tőled 8 tizedre van. Aj, érdekel. Úristen. Az első szektorban Jani volt a legjobb. Jézusom, ott 3 tizeddel futott jobbat. Az első szektorban? Az első szektorban, mint én. 3 tizeddel. De hogy lehet venni ezeket az éveket így? Második szektorban még mindig nyebal azt tartja. Ott én többet mentem. Nézd már meg a streamjét. Harmadik szektorban még mindig én tartom. Kopizd le, hogy hogyan játszik, nézd a streamjét. De nem is nyomja. Szerintem majd csak a verseny. Nyebalac! Úristen! Mi? Gyereke! Csak nézem a izét, a tabellát, azt így ugrálnak előre a neve. Mindjárt lejön a jó ég is, hallod? Hát mi van itt? Má, David 2 másodpercet vert rád, Jani! 2-t kereken rám, meg más feled. Van. 2 másodperc. What the fuck? Hogy a görcsös tökönbe? Jó, mondjuk lágyal. Hát jó, az de mi van akkor? 2 másodperc, ember. Az olyan, mintha te állnál Jani, tiltsuk ki. A nézőtéren, ő meg kin lenne a pályán. Janinál is ott van az a izé. Az a fal ott ugránál. Az én kamera szemszögem. Érted, Dávid, hogy mit csinál? Megnéz, hogy hányszor az éknek ugrana gumibaszki. Mert jobb dolga nincsen. Még gyakorlok. Jesus. Mondjuk jó ez, mert gyakorlom a nagyon kopott gumival való versenyt. És az is kell. Jesus. Hát ez embertelen. De hogy megy? Nézed, Janit, hogy megy? Mit csinál? Nézem, mondjad! Nézem. Nem tudom, most tart az ezért. Ráfordítanak. Aha. Mindjárt megnézem a gumifalat, csak verseny közben nehéz. És kettesbe vett... Bemegy. Kettesbe vette be a sikánt a célegyenes előtt. Azt mondjuk én 3-asba szoktam. Mondjuk kicsit jobb bírbe. Na ezért most nem megy. Ez mányádba. Feri önbizalma 10-ről 1-re ugrott. Hát de nem is az, de hogy what the fuck?
későn fékez, vagy jobb íven megy, vagy nem jobban tudom, gyorsít ki? Hogy ne tud nézni. Lehet. Vagy csak simán jobb. De ilyenkor mindig van valami hiba, hogy valamit nem úgy csinál az ember. Ott van Tyron fönt. Hungarian Racing Guy. Jönne. Én, David, nem tudom. Csak a verseny streameli. És mi... What? Ja, semmi. Oké. Okay. Lehet, hogy nem fordítok eleget a kormányon, mert amúgy... Egyébként tényleg igen, itt... én se szeretek sokat pedig itt lehet. És 17-ben nem is kell. Igen, a jobban fordul. David, kéne menni egy izét, gyorsat, most te min vagy? Vagy hogy vagy? Rakás szaron. Mind tiszta a jégen úgy megyek, 80%-os a jobb első. Jézusom! Akkor hagyja! Jó, megyek, kergetőzzünk. Azon a gumin? Nem ezen, átrakok másikat. Hát nem hiszem el. Ferenc, itt vagy előttem, akkor kergetőzzünk. Igen, ezért mondom, hogy megvárjalak. Te milyen nem vagy? Új izén, médiumon. Vigyázz meg, Palmer. Most már nincs itt a gumifal. Na! Hát mi a driftet? Kéne ránéznem a chatre. Gyere már, kanyarba. Ja, hát is az izé. A 1000-ből jött össze 40. Nem 1000 van. Annyi a cél. Gyere! Három kör. És még mindig bírja a gumi 82%-nak. Köszönjétek meg, hogy van, aki ezt leteszteli nektek. És normálisan tudsz menni vele? Egészen. Ja. Egészen jól tapad. Ezután felrakom majd a friss gumit, hallod? Olyan időt fogok menni. Szétesik a pálya. Hát érjél utol. Már most jobb időt futok Dávid a sajátomnál. Palmer, hát nem hiszem el. Mennyi, Dávid? Jézusom, mekkora átalaggolt az egész játék! Kurva! Na, tört a szárnyam is. Az nem tudom, mi volt. Nyugi, úgyis mindjárt együtt kell bemennünk a boxba. Rendesen látom, hogy kisebb a jobb első. Kajak. Aha. Nem. Ennyivel rakkozni. Hú, Stofi, bocs. Még direkt negyükbe mentem, ugye? Én nem tudom, mit bírnak ezek a gumik, de nagyon durva. Hát azon még van gumi felület? Van. 90%. Addig mész, hogy el nem durran? Megnézem. Meg most itt tényleg, hogyha majd felrakom. A lágy. Ja. Ezen fogok rajtolni, remélem. Gondolom 10 kör óta mész amúgy. És a féktávon betapad, érted? Úgy betapad, mint az állat. Hát egyébként egy ilyen... Jaj, 12 kör alatt ilyen helyzetbe hoztam. Az szép, akkor itt izék. Ú, mondjuk egy keménnyel azért kijönnék, hogy akkor... Egy három kiállás, akkor az easy. Lehet keményen fogunk jönni amúgy. Ja, lehet végig ott. Nem jó, Florian, nem jó. Rossz. Ezt nem hiszem el, már ki látszik belőle a drótháló, érted? Szerinted van benne? De amúgy azt mondta, most úgy láttam, hogy...
80%-tól igazán veszélyes. Mert ott kiír egy ilyen felkiáltó jelet is. Se érted. Ezben a bal hátsó 50%-os. Igen, ez durva. A Pirelli megmutatta. Már púposodik. Vagy valami ott van. Én nem is értem. Nem is értem. A 14%-os médiumom szarabb, mint a 32%-os lágy. Azt mondod? És durdefekt, 100%-nál, érted? Ahogy elérte a 100-at, abban a pillanatban. Szóval előbb nem nagyon akart. Ne gyere beleim! Úristen. 3 percünk van, Dávid, addig megyek egy lájzét, keményet. Igen. Jó, jövök. Akkor várjál már meg. Hát már kijöttem. Nem nagyon tapad, de. Majd utolér. Ez defektes gumi. Azt mondod. Ó, hogy a célegyenesbe kaptál volna rákot. Már izé, defektet. Kösz. Milyen jól jár. No, időmérő 4 perc múlva. Ujjaj, Feri. Én nagyon fosok. Érted, győzni jöttünk, de a 3-4 is jó lesz. Igen. Így van, Junior. Ferinek a bal első kopik jobban. Mi van? Nekem az kopott a jobban. Már? Hogy? Te már fordítva mész a pályán visszafele? Felrakok egy frisset és ledurrantam. Gyerünk, Stoffi! Versenystressz helyzet van. Ki foglak előzni? Szóld neki a szekeret! Ugyanúgy menjem, hogy várjál, gumifalat majd megnézem. Majd a kettő között, oké? Okay? Majd akkor linkeljétek. Oxygenior. Na nézzük, mit bennek ezek. Köszi. Csak már most nincsen időm. Bocs. Dávid a gumit is kiszázszázalékozta. A csiment állokkát. Ez szíje, melyik írta? Gergő itt nálam. Ez tetszett. És kaptál egy gifszobot érte, hogyha... Hát... Nem mindegy. Ha adnék, de azért jó volt. Hogy már neki is legyen egy achievementje, érted? Akkor... Hát Feri, nem akarok senkit. 100%, ha mind a 4 gumi 100%. Ja. Az már 400%. Nem akarok senkit megbántani, de ugyanolyan szar a fehér szett frissen, mint az a defektes szett. De hogy mentek ilyet? Én nem hiszem tudom. El. Nem akarom elhinni. Stoffi! Nagyon lefékeztél! Úha! Széttörtem. Mi? Nagyon lefékezett a gyors izé kanyarba. És kerék? Ez... Nem, csak a szárnyom. Ja. Amúgy kölyök úgy lehetne kiszázszázalékozni mind a 4 kereket, hogy fölrakod a gumit, elkezdesz izéni, burnoutozni, és utána 50%-os hátsó gumival mész izé köröket. Vagy 60. Aztán egyszerre fog fölmenni. Oké. Okay. Button beállt el, én pedig sokkal jobban ment most így váltottam gumit, na majd idén mérjünk. Milyen? Ja, hogy lefújja, vége van. Gondoltam mindent vagy semmit. Na, lobajusz.
Azt láttam Áron a Fettel neki ment a tesztnapon falnak. Szépen izé. Szerintem még a mai napig csinálják neki az autót. Mert melyik autót tesztelte, vagy mi? Hát most volt egy ilyen... Már a negyedik napnál tartanak tesztnapon. Egész nap mennek. Mert mit tesztelnek? Hát a kocsit. De melyiket? Ami jövőre lesz, vagy? Nem, a mostani. Ja. Az idei. Ilyen 200 köröket mennek Spanyolországba. Mi van? 200, valami 100, nem tudom, 180-at mentek, azt hiszem. Két az hét, igen. Micsoda, második hét, negyedik nap. Nem ezen a pályán próbálják akár, de izé, Spanyolország vannak. Tökülön nyomnak valami, ja tökülön meg izé van, kajak, drift, ilyen edzésféleség, meg gyorsulás edzés is van. Tökülön. Hát de only autóknak, az volt kint, nem? Nekem szerintem kifogyott. És vége van a szabad edzésnek. Negyedik helyre sikerült bejönnem, mondjuk lett ez volna szerint... Hát nem tudom, mi lett volna még itt a végén. Őszintén. Engem lehúzott a játék, hogy végén. Jani, úristen. Mit csinál ez az ember? Ez... És Nyebalac is mell... Érted? Fej-fej mellette két. Hogy? Igen. Hogy? Jani 1.35-3-mal az első helyen. Lehet, ők együtt versenyeznek amúgy. Mögött a Nyebalac 1.35-4-jel, 1 másodperccel lemaradva. Mögött a Feri 1.36-6-tal. 1.3 másodperccel igen. Mögötte. Igen. Jani mögött. És utána jön Dávid 1.37-3-mal. 2 másodperccel lemaradva. És ezt követi Bajusz 4 másodperccel lemaradva majd. Button, Stoffi. Stoffi a hetedik helyem, de még lehet ott azért bejönni előrébb. Bőven, Pingu meg sajnos összetört az autót, hát akaratán kívül is. Jó. Reméljük, hogy majd az időmérő egy kicsit jobban megy neki. 2 másodperc is jön az időmérő. Amint betöltött mindenki, arra kérek mindenkit, hogy nyomjad egy escape-et, és lépjen ki a menübe. De igen, várjuk meg, amíg mindenki betölt igen. Szépen. Melegszem is, nem sub. Ja igen, mert kapott múlt hónapban izé. Subgiftet. Hány, betöltöttem. Oké, okay, én is. Escape, odébrész, és quit the main menu. Yep! Semmi sose minden király. Multiplayer Championship, Qualifying 1, nagyon jó. És akkor most invite-olok mindenkit ismét. Mindenki már be van lépve eleve a csapatába. Asszisztokat azért nézzük át, mindenkinek az legyen beállítva, amit akarnak. Mi what? Igen. Azért Traction Wolf, mert engem is beleszámol. Offra, Dynamic Racing Line Corners. És... Merci 1200 kört ment, Ferrer meg 1000-et. Azt gondolom nem egy nap alatt, az összesen eddig. Igen, nagyon sokan, mondom egész nap mennek. Na. Mindenki benn van. Ha jól látom, igen. Szerintem igen. Itt van Pingu is, Stoffi is. Oxi. Hát Diesel már... Akkor mehet redi. Volt a jelentkezés. Én hát az arany volt. Nem redizik. Ó, Ferrer, hogy... És így nem dobna be, mert nem rediztél. Igen. A 8 nap alatt. Aha. Legalább már megismerték a barcelonai pályát. Miért van az, hogy a kormányom nem működik Forma 1 15-ben, de R6S-ben és ETS2-ben működik? R6? Mi? Ki az, aki kipróbál a kormányát R6? Jaj, klippet megnézem, igen. Oh. Nem betöltésnek kéne. Adjam a Spotify reklámmal, te tököm. Jó, nagyon gyorsan megnézik. Nem telik zére, prémiumra. Vigaszom. Mindig Barcelonában van. De mi a pontot? Mert lehet, hogy mondjuk ott van a legjobb idő itt tavasszal, vagy Pog.
Még embert is lőttem kasuálban. Az szép. Kemény vagy, ha Tarzan sarka. Hát igen, szegény bajusznak azért megértem a 40 FPS-ét. Azért azon nagyon tré lehet játszani. Tavaly még hó is volt a teszten? Jó. Ami jó, még spanyol az... Ah, mindegy. Hm. Érdekes. De miért pont ott van? Mindig csak bejátszást töltötte, vagy mi? Kemény vagy, mint a bóti zsír. Bóti zsír. Na, remélem mindenki normálisan betöltött, jelezzetek vissza. Vagyis, hogy hát inkább aki nem töltött be, az jelezzem, mert akkor most meg újra tudjuk indítani a dolgot. Ja, utána már nem is fogja. Várj. Igen. Hogy néz ki a... Dávid, itt a gumifal! Mi az szar? Hogy néz ez ki az a gumifal? Anyám. De Spymer van benne elég hosszú. Egyenes, lassú kanyag, gyors kanyag. Ja, hogy abban van minden. Persze farming. A bot miért megy lassabban? Yeah. Hallod? A bot miért megy lassabban a boxban, mint én? Ezek normálisak? A box utca kiáratba előzöm meg őket. Bakker Jani lehet, hogy letöltött meg Nyebalac izét, beállítást Japánra. Autóbeállítást. Lehet. Ó, de hülyék vagyunk. Na, ha előbb itthon lettem volna, akkor gondoltam volna én is ilyenre. Ó, de hülyék vagyunk. Dávid, így szép nyerni, hogy nem csalunk. Már érted? Nem nyúlunk az autóhoz. Mert egy hozzá értetlen szerencsétlenek vagyunk. Úgy szép nyerni. Az hogy kell? Steam műhelyből. Mit? De most már nem tudsz. Csak szabad edzésen álligathatod az autót. Utána már parts fermé szabály. Szerint. Nézzük, hogy mi jössz a kér. Zenére hangerőt, azt nyomjunk egy jó időt. Jó, hogy te zenére mész meg mindig. Azt szeretném rajta. Jobban adja. Jaj, ne botoknak a... botok közé szorultam. Én direkt lelassítottam. Én is, de túl közel van. Na jó, azt már elrontottam, oké? Én is. Ó, grazsam, milyen időt ment. Halad? Hát de beszarsz. Bátőn. Hú, mi van meg? Nagyon mennek a srácok. Mennyit mentek Janiék?
Sokkal jobb volt. Akkor jó. Bazeg már! Hát ez igen. Pedig én már azt hittem, hogy most fel tudjuk megyenibe venni a versenyt, de... De nem. Fuck it! Hogy lennek ennyire nehéz ívek. Jesszus, úristen. Olyan lagjaim voltak, hogy... El se hiszem. Palmer, légy szíves, a kurva! A legjobb helyen jössz, te szarcsimbó! Most túl sok benzint hoztam ki. Most nézem. Ez mi volt? Én néha laggolok ilyen nagyokat. Nem, az átlátszó lett a Palmer, vagy nem tudom melyik. És volt? És nem tudtam, hogy most látom, menjek rajta, vagy nem, mert ideális hívem volt. Az akkor szokott lenni, hogy levezetőm, vagy felvezetőm van. Faszom. Kicsit meg nagyobbítottam az ívet. Mennyire váltod el hamar? Hát, itt se nagyon. Van, hogy kihúzatom, már rég váltani kéne, de utána meg fékezni kell, inkább nem váltok föl még ilyenek. Tehát ahol van a gyors hatos kanyar, az alagút előtti részen, ott például néha hatosba kihúzatom, mint az állat. Mi történik a játék? De pirosba simán... Olyan droppokat kapok, hogy az van hihetetlen. Diszkóban nincs ilyen. Á, Jani médiumon jött ki izére, Q1-re. Az valami trükk? Gondolom a gumit spórol. Hát a versenyre... Mi? Hosszú tud a kvalifikációs gumikat versenyre. Hát én ezt a gumit szerintem már lerúgom, mert 15%-a. Arra 5 körre. What the fuck? Nem mindegy. Egyébként is... Dixi várvány. Jaj. Azt tudom, Máté. Fuck, ne már. Százszerzalékos lesz. Hol lehet ebben az egészben 2 másodperc?
Lehet egyébként vettem, hogy lesz a Forma 17-ből is, akivel közösségi verseny. Megesett. Mondjuk ezt mindig úgy kéne, vagy úgy kellene, hogy mondjuk amikor végzünk a 17-tel, akkor a legvégén, az utolsó verseny után csinálunk egyet, hogy ne lépegessünk a játékok közt, mert ez így most úgy lesz. Ótvar. Egy másodperc ront elni a balac. Jó. Másodperc? Igen, egy másodperc. Na nézzük el, itt médium gumival. Nézzük, mit csinál a Hungarian Racing-el. Valamit szerintem állított, vagy nem tudom mit. Célegyenesbe lefékezett konkrétan. Aha, ezt négyesbe, én néha mondjuk hármasba eszem. Most nem tudom, hogy Max Gázza megy vagy nem, mert lefékezett a C4-es. És most hallja a streamet, és most direkt rossz stívekkel menne, hallod? Miért jött 3-asba? Én ott 6-osba beverettem 200-ra, Jani meg lelassított 4-esbe. Hallja a streamet. Lehet. Át akar verni. És majd te is 3-asba fogsz ott menni. Jó. 200-nál visszaragom 3-asba. Szóval nem lehet kigyorsítani rázók körül, és ez a legnagyobb baj. Itt nagyon kéne őket használni, de nem lehet. Aha. A büdös picsáma. Itt miért vett el? Ez fúzsos. Janit lenyomtam. Jó. Igen? Aha. Jó, mondjuk rosszabb gumin kikapcsolt monitorral ment, de lenyomtam. Legalább kimondhatom ezt a mondatot. Az is valami. Jaj, joystick játszik. Mondjuk kontrollerrel is ugye úgy tudod csak irányítani, hogy nyomkodod az analogot jobbra-balra. Bocsa lehet. Mi van? Olyan lagjaim vannak néha random. Enyhe corner cutting, igen, ott azért volt egy kicsit erősebb rárakásom arra a kanyarra. Itt kellett volna. De bevette, na. Nem sokkal lógott ki a kerék. Úgy kipróbálnám kontroller, hogy milyen. Gyerünk fel, gyere azzal a versennyel. Na. Itt a hosszú egyenesnél is tök jó lenne rázókörről kigyorsítani, mert úgy adná ki az ív. De egyszerűen trash. És már megint elpusztítom a jobb elsőmet. Csináljam. Ja. Hát azt elhiszem, Dani, hogy elég nehéz kontrollerrel. Ezt is ide lehet vágni, Dávid, egy kicsit. Igen. Ja, azt nézem, hogy nem nagyon figyeltem én erre. Ki leftelt? Hú, egyesbe. Bajusz. Véletlen volt. Bajusz? Aha. Lesz Q2 és Q3 is, így van. Ott valaki, what?
Bajusz pedig a ötödik helyet megfigyelte. Ja, lesz kérdéseket, hanyagoljuk kérem? Nem lefteltél, ha? Hát de... Azt írtuk. Valaki leftelt. Akkor nem. De... What? Nem tudom. Hát bajusz, ha nálad is megy mindenki úgy a pályán, csak megvan a továbbítás, aztán egy miért koptassa meg úgy. De még lesz Q2 meg Q1. Q2 meg Q3. Vagy mi? Miért? Valaki leftelt első session-t, annyit láttam. Igen. Nem láttam egy kicsoda. Nyomtam egy retired-et. Retired-et. Hát de az kidob a menübe, nem? Az nem a... Nem tudom, az micsoda. Még soha nem mertem megnyomni. Lehet, hogy akkor az, hogy már ezen nem vesz részt többet, és akkor csak spectator. De ugye bekerül. Ilyenkor csak Q1-et nyomtam tovább. Aha. Ja, akkor lehet, hogy mindenki retired-ot nyomna, akkor ugye skippálna. Ja, de attól, hogy tovább jutok. És itt is maradsz a Q2-re? Tehát nem most, hogy spectatorsz. Nem, hát most spectator, és akkor majd bedobja. Jó. A jobb elsőt kinyírom folyamatosan, az nagyon nem jó. Az egyes kanyarba, és a... Az hattól lesz. És a hajtűbe. Látod vele? Kéne venni. Stoffis lemaradt. Vagy kilépett. Lehet, hogy nem kéne ennyire kinyírni ezeket a gumikat. Lehet Q2-re. Ó, de nem. Kiadtam. Nem, hát Q2-re friss kéne. Lehet, hogy Q2-be. Sőt, ott lehet, hogy ott médium van. Igen, igen, lehet én is. Aha. Hát biztos, hogy hát jó, mondjuk, hát nem akarok az ötödik körbe kijönni már. Most azért, mert lehet, hogy jobban rajtólok, vagy valami. Ja, ja. Rajtólok. Rajtólok. Mondjuk most kellett volna, de ja. Nem lesz ötlet. Pingom, már kontrollerre vagy javaslom, hogy egy fokkal nagyobb fokozatba menjél. Hát, ja, az mindig jobb. Érted, a gáz is... Igen. Igen. Sokkal hamarabb kell várni. Mert lefulladni nem fogsz, csak nem fog annyira kipörögni kerék, ha majd gyorsításnál vagy kettes helyett hármasba mész. Sokkal jobb. Jó, mondjuk kontrollen egyszerre váltani, meg gáz nyomni, meg kanyarodni, az mondjuk jó. Forma 1-ben. Na nézzük most még egy Forzában, jó? Jani szerintem csak azért jött ki, hogy... Nagyon mért idő, te sem vitted túlzásba. Harmadik szektor nyebala. Úristen. Ben vagyunk az első 10-ben, nem? Enyém a legjobb harmadik szektor. Ja, mert olyat katoltam azon a kanyaron, mint a... a picsa. Igen, egyébként rájöttem, hogy ott is lehet eléggé jó lendületesen bemenni. Hol? A hajtű előtt, ahogy mondtad, hogy azt is lehet vágni. Az első szektorban nyebalactól egy másodpercet kapok. Hogy? Értem én, hogy nagyon szor az első szektorom. De ez hogy lehetne jobb? Az mindig, az kész, az undorító. Jó van, itt vannak a Q1 eredmények. Első ilyen Nyebalac, Ferenc, Dév, Jani, Bajusz, Stoffi. Szép, és keresem pingukánkat. Hát... Ja, a joystick az úgy... Az úgy nem az igazi. Észrevettek egy hibát, ami olyan, mint a cheat, de ez gyárilag van benne a játékban. Gondolod? Erről lenne szó? Ilyet, itt vagyok, sorry. Kettő. Na, akkor én cserélek a gumi. Ó, elfelejtettem. Jó, mindegy. Akkor ez marad. Tudom, mediumot hozni, csak lágyat! Kajszira. Ez cheat, hát akkor...
Ja, mert... Akkor miért? Full lágyas izét hoztál. De szerintem akkor is nem, balanszeret, nem. Nem. Q2-re berakott volna. Hát ott választod ki, hogy mit akarsz. Vagy hát mindjárt leelőzzem őket a box utcába, mi a szar van? Igen, ne, ők lassabban mennek, mondom, mint mi. Miért? A botok. Nem tudom. Első két körömön defektet kaptam, második... feltartott a bot, majd nem sikerült beérni a Q1-be. Mi történik itt a... Hürkember mi a jó idő, és annyit csinálja? Végig szoktam előzni, ezek ilyen állatok. De akkor megbüntet a fehér vonal. Úristen! És letölt a szárnyam. Feri, Perez befékezett, miatta... Miattad fékezett be, Perez, te pöcs! Mit kell itt megelőzni mindenkit a füvön? Ja, hát... Jó van. Én így szoktam. Hát ezek hülyék. Jó. Tököm tudta, hogy lefékez. Hát én elmegyek, mert nem látom, hogy lefékez. Ez hülye. Majd ezek. Hát ez szép. Hello, Monar Ridley. Monar Ridley. Akkor cseréljünk első szárnyat. Megcseréld le, hallod, a Q3-as gumival, gyere ide, és Q3-on majd mész a másikkal. Mondjuk nem tudom, melyik a fontosabb. Mi van? Hát mert ez most egy kicsit kopott, és majd a Q3-on mész, Q3-ban mész ezzel. Na, de hát ha már ezt megkezdtem, akkor már... Maradj le, Dávid, mert én is lemaradok. Ja, te mész a boxba, jó. Ja. Szóval beléd még hátulról még azért. Kösz szépen. Még ott ketten mennek. Vigyázz, Feri, jövök! Azt a mocsok. Most túl lassú voltál. Minél nagyobb az FPS, de annál kevésbé érzi a játék, hogy csúszik az autó, de ezáltal kevésbé kopik a gumi. Mi van? Hogyha több az FPS-ed? Olyan ultrakott szlovot kapcsolok mindjárt. Hány FPS-em van most vajon? Nekem 8 van. Nem hiszem, hogy hát... Várj. Jobb fönt. Mindjárt megnézzük, mennyi az FPS-em. Nézek majd valami e-sport settings-et rá. E-sport grafikai beállítás. Így van. Globálban meg gyorsabb lesz tőle, minél több az FPS-ed. Ja, hogy tize... Ja, GTA-ban, ez 10-esben van. GTA. Vagy 18-esben van. Nem itt. Ja, jó, nem kapcsoltam össze a kettő... izét. Üzenetedet. Jó. Globál szinten úgy értettem, hogy izé, hogy a hivatalos szerverek amúgy. Mi nincs is. Úgy hír ez a második. What to say? De még senki nem ment kör. Oh. Hát ötödik. Hatodik. Fantastic! Hetedik. That was the amazing lap, vagy mit mondok? Jézus! Úristen! Basszus, Jani! Bocs! Azt a rohadt... Egy kicsit, igen, a botot próbáltam megkeresni, hogy hol tudnám megelőzni, Jani meg olyan sebességgel jött mögöttem. Úristen, bocsi. Remélem nem tört az első szárny, de szerintem tört, mert nagyon gyorsan jött belém. Mert így nézem, mondom, jön mögöttem egy player, oké. Okay. És egyszer csak így belém csaptannak, tehát egy... Tehát, hogy akkor még tök messze volt. És így úgy mögém teleportált.
Shit. Azt az anyádat. Science meg, na jó van. Jobb időt megyek még így is, mi a szar? Neki mentem izének az egyik agyalágyultnak. Jobb időt megyek, de... Azt az anyád! Fél másodperccel lettem volna jobb, és Grozsán olyat fékezett előttem, hogy jó, hogy nem takadt ki a lelkem, ahogy neki mentem hátulon. Hello Christmas. Én nem tudom, ezek nyomorékok már, elnézést. Tehát, hogy egyenesbe fékezni. Atya úristen. Réten. Egy féktáv közelben nem... Megijedt vagy mi? Hát ügyesnek kell lenni. Számítani kell arra, hogy... Nyabalac még nem futott időt se. Nyabalac 13. De futott időt. Úgy jerez... Te egy köcsög vagy te. Tolják az autót a pályán. Mondja, tényleg expert kellett volna. Nyabalac futott időt. Okay. Jani is futott időt. Oké, okay. értem. Mennyi a legjobb időd? Meg vagyunk akkor. Mi? Mennyi az időd? Nekem most 1.35.8. 1.35.8? 6. Ja. Azért mondom. Akkor megleszel. Van erre engedni, hogy ilyeneket engedek a pályára? Hát, igen. Ne? Jani, mutass, hogy kell menni. Köszi. Bocs, még egyszer. Most nézem, a Ferrari kockába autó, mint a több. Gratulálok. Jani, meg csak néz, hogy mit csinálsz. Tudás picsába. Csígom, miért tudod olyan lassan? Hát, nem tudom, mert lehet, hogy telefonról akarsz játszani mondjuk, vagy valami olyan kényerpirítóról, amiben nincs SSD, vagy mit tudom én, bármi, bár. Igen, tehát lassú a gép. Tehát lassú a számítógéped, de magyarul ő. Így van. Tehát, hogy azért ez... Körbe, azért. De annyira nehéz ezt így összerakni, ezt a két dolgot alap esetben. Jó, még az SSD az még... Elmegy. Hogy nincs, de mondjuk érted. Egy ilyen ilyen nem, az nem megy el. SSD a legjobb dolog a világon. Jó, az igaz. Jó, mondjuk igaz. Miért a 3 terás HDD nem jó? De. Van. Ó, Banyak, miért nem mentem el még egy körre? De hülye vagyok. Véletlenül, de... Ja, amúgy meg nem is... Jaj, tényleg, vigyázz, kéne rá, ez rajtos gumi. Én is utána nyomtam még egy jó kört, szóval... Jó, mondjuk nem tudom minek, mert biztos, hogy benne leszünk a top 10-be. Ó, Feri. Jani úgy belém jött hátulról, hogy... Lesz Rocket League-ből is izé, ilyen bajnokság? Mondtam, hogy lehetséges, hogy lesz, majd jön. Lesz például egy tökre alkalmas game lenne erre. Csak ahhoz, ja, tudni kéne játszani ilyen összer. Nem tudom, mennyi volt az időm eddig, de most lehet, hogy javítottam. 1.37.1, mondjuk annyira azért nem a legjobb. Hát most csak 1.6-ot kapok Janitól, ami progress. Most már nem 2 másodperccel vagyok rosszabb. Viszont még mindig az enyém a 30 szektorban a legjobb idő. A
arra gondoltam, hogy esetleg jöhetnék a versenyre, megelégszik az utolsó rajthely, és csak automata váltót szeretnék. Hát igen, Diesel. Ez szimulátor kormánnyal bajnokság. Vagy kormánnyal jönne? Kormány vagy joystick only, illetve nincs is automata váltó engedélyezve, hát szóval... Meg már ugye volt a jelentkezés, hát... már egy hónapja megy körülbelül, vagy nem is tudom. Az a baj, hogyha az autó... automatában van a baj. Joystickkal lennék, vagy... ezért nem tudok váltani. Hát ott is tökről lehet váltani. Hát... Én Forzában úgy szoktam egyébként. Nézzek Pingot. Egy joystickkal van. Hol van? Nem ja. Lát. Ja, nem is jutott. Ketten vannak a pályán. Igen. Aha. Ja. Megérik Krisz, igen. Dos SD. Hello, Levo, meg vagyok. Ericsson mit csinál? Az első kanyar tudod, hogy vette be a gázpedált. Te nagyon akarod... nem. Nem tudom. Figyelj, 40 FPS-e van bajusznak, meg... Az a baj, nem tudjuk, hogy vezet, meg minden érted, itt azért megtudtuk. Persze. Ki hogy megy, azért most... Érted, leghátulról megjössz, mint bontógolyó. Mindenki szeretne minden, hát igen. Hát nem, még most Tofinak se egy annyira, és akkor most neki is lenni traction control. Nem. Nem vagyok én lökdösös csak GTA-ba. Ez átragad más játékokba is, úgyhogy. Ez egy rossz szokás. Amikor még Cségóba is neki mész az embernek, tudod? Ide elvonó kell. Ja. Ez nem úgy működik. Na nézzük Stoffit. Szerintem most direkt lassan, mert én nem tudom, mi van vele. Ja, útlapon van. Mi? Lap time, útlap. Ja, hát most itt geboxban. Ja, hogy úgy. Megy a kifogás, féltek, hogy elverek mindenki. Hát amúgy. Én nevezésem se lett elfogadva, ha ő megy, én is megborítok mindenkit, mondta az kecske. Jó, de neked kontrollered sincs, vagy van? Stoffi melegíti a motort meg a váltót. Aha, működik a telefonos izé? Kontroller. Ja, van, ja? Felkeltem és jé, Jani az első. Hát igen. De ez csak álom volt, Kage, hogy izé mi vagyunk az első. De hogy? Hát még egy 20 perc max Christmas, sőt 15-10. Hülyék voltunk, hogy nem szeretném beállítást. Lehet nem tetszik Dávidnak lesz, hogy beleírtam, hogy mindenki csak megborítani akarok. Lehet, hogy ha beállítása lennénk, sokkal közelebb lennénk hozzá. Hú, egyesbe? Az erős? Jó, addig szép. Meg jobban kigyorsított, mint bárki. Jó, egészen stabilan kigyorsított. Eddig egészen jó. Ez egy nagyon buzi kanyar, hallod? Úristen. Ez nagyon. Ezt itt ötösbe szoktam, így félgázon. Itt vissza, hadd berepülni, gáz, fék. Időközben rájöttem, hogy ez egyik leg... Hát, szerintem abból az ötösből a legnehezebb pályát. Na, dobta a rendszer. Igen, ott, igen.
Ez a fék táv az nagyon tré. Ki fog nektek diszkvalifikálni, ne csináld? Tesó, az rajtgumi lesz, úgy csinál. Igen, az rajtgumi lesz, meg diszkvalifikál. Ilyen szép gabonaköröket rajzott, és ilyen Ericsson. Ó, legalább menti volna neki. Kicsit sóderes az a kerék. Felette magát sóderrel a gép. Szerintem még a hengerekben is sóder van. Amúgy lehet. Ilyenkor most mi van, amúgy nem vége van már, vagy... Vagy meg kell várni, még ő beír, vagy most mi van? Á, Stoffinak nem sikerült a Q3. Hát ja, mindenki hát, megtolja az utolsó kört. Kinek nem sikerült, Stoffi? Ennyi, 16-an vagyunk, hol a többi? Hát ja, Feri. Az be se jutott. Igen, és most jön a Q3, amikor eldőlnek a rajtpozíciók. Ferit le kéne nyomnom. Az a helyzet. Le kéne nyomni téged, Feri. Kell nekem az a harmadik hely, szép szám. Első helyen Jani, mögötte, most jól lemaradva Nyebalac. De hát itt most nagyon nem ment ki senki a pályára. Kodi, én és Bajusz. Marad a felállás egyelőre. Most meg azért lehet változtatni. Ha nem nyerek, akkor kibanolok mindenkit, igen. Az biztos. Standing by. Úristen, kecske. Az sok. Ó, mi szabadon választhat, jó. Mivel kiesett. Ó, azt nem tudtam annak én. Igen. Ja, hogy adnak egy kis könnyítést neki akkor. Legalább ennyi izé. Eltaktikáztam médiummal, és egy próbára hagytam a lágyat. Ó, oh, nem értem, Stofi. Na, akkor most én is előzök, Feri, oké? Okay? Szóval várj meg. Itt jövök mögötted. Mire várjak meg? Hát, hogy ne előzz rám. Jó. Ezek már hol vannak? Abban a pillanatban kijöttem, ahogy lehetett, és ezek már kört mentek. Igen. Jó, mondjuk gondolom ők állnak legalább. Valószínűleg, igen. És ők is egyből kijöttek. Már szar csapatban vannak, legalább elő vannak. Ja, mondjuk... Hát igen. Ugyanannyi az idő. Jajjaj. Jújjúj, Dávid, jújjúj! Jajjajjajjajjajj! Volt baj. Volt. Nézzetek, és még ketten van a gerőt. Visszafordító gumifaltól félek. Annak ellenére mindig meglátogatod. De már nem fékeztem vissza. Fak. Miért van a sárgazászló? Megálltál, vagy mi? Olyasmi. Indulj el lassan, mert jönnek mögötted felé és... Tudom. Nagyon rájuk tartod őket. Nem fognak elmelőzni. De nem jó, ők, jó. Hanem a playerek. Ja. Ja, mindenki megáll. Hát... Igen. Akkor lesz számbaj. Papíron ért nem szabadna csinálni. Rodjon meg a papír. Hagyjam a low fuel-lal, hülye! Baszki, én sok benzinnel jöttem ki a büdös picsába. Hát nekem is viszonylag sok.
Hát de te visszavetted. Hát még van 2,5 körre valóm. Nekem meg 10-re. Ja! Az hogy nekem mindig ennyire rakja. Nekem 10-en van. Vagy az a, amit a szabad edzésen állítok be, azt hozza ide is. Igen. Ja. Te hülye te. Jó, hogy nem 100 liter ez. 1.32. Fantasztik. Mr. Bombastic. Ó, rohadjál meg, Feri, hogy a tök... Érted, minek erőködök, hogyha az a benzin most nincs az autóba, akkor megvagy. És be is állunk mindjárt a megfelelő sorrendbe. Oké, és jön Jani. 34-et ment, érted? 1.34, olyat még nem ment senki. Anyám. Ez mondom, ez szerintem izé Janival együtt játszik, vagy nem tudom. Nagyon állatul megy. Az kiderülne, hogy billentyűzettel van. Ja. Jön 1.28-al Jani. Bajosz, Mizu. Crash. Ez fasza. Mekkora SSD-vel egyél? Hát... Bakker. Vehetsz egy terászat, legnagyobbat. És van rá pénzed. Hát azért egy 240-eset illik. Ha hát op-rendszernek akarod. Akkor a 240 a minimum. 512 az nagyon király op-rendszernek, és arra már játék ismertnek. Ja, hát az 500-as szerintem azért a legjobban árértékarányban talán. Az pedig durva volt, Bajusz. Olyan időt mentél, Bajusz, hogy nem bírta a gépen. Olyan gyorsan kellett betölteni a textúrákat. Ja. Feri, most kimegyek, véged van. Jani a mobilos F1-jel játszik. És így döntögeti a telefont. Kajom. És Janit lenyomta Nyebalac. Igen? Le. Csak az első szektorba sikerült Janinek jobbat menni. Jani az első... Jó. Majdnem elsőttem magam. Semmi gond. Na, egészen közel vagyunk hozzájuk, amúgy. Csak hagyj menjek be eléde. Ja, mert félgázzal ment. Gumit, az még csak a felvezető köre volt, akkor jött ki a boxból. Nem tudjuk, hány keres lesz a verseny. Hát valószínűleg széje kaptam az összes. Körülbelül. Üres a pálya, lol. Elvileg meg tudsz menni, Bajusz, nem? Te, Gergő! Kellett a pecs! A Crash után Nyebalac is tudott menni. Még... Nem csak spectatorni tudott, nem? Ezt a Rage-et egyébként lehet, hogy kiveszem, mert ez nagyon hosszú adott be. Még van időd egy körre. Hát olyat valószínűleg... Hát nem biztos.
De egy kört én még oda tennék. Jönnek is kifelé a srácok. Aha, Jani vetétársára akadt. Igen. Szerintem ma nem így kelt föl, hogy erre számított. Nyebalac Jani előtt megy. Lehet, hogy Jani most leköveti Nyebalac. Wyatt! Mi a fúcs? Wyatt! Mi? Mi? Feri, Wyatt megfutott a legjobb időt! Egy bot! David! Kvaját 0-18-at ment, tehát 18 másodperces köridőt ment. Ez ha nem bug, akkor nem tudom, hogy én most mi legyek. Mi ez szar? Jani Nyebalac rekt, érted? Kvaját a minden. Kvaját a profi. És hallod? Dávid, Kvaját csak a harmadik szektorba mért időt. Tehát csak ott van ideje. Az első kettőt leteleportálta a picsába, érted? What? Emlékszel, volt ilyen nekünk? To Formula One 2016! Emlékszel, hogy volt ilyenünk Alonsoval a Monacón? Nem. Volt. Most vagy a 16-ba? 16-ba. Volt egy ugyanilyenünk, igen. A rohadt anyádat. Nem tudom. De az... Jár a taps Kviatnak! Ennyi, érted? Mindenki mehet a lecsóba. Itt van Kviat. Szépen megy, műzém. Ez what? Ez rip, ez bon, érted? Na, gyerekek, ezt hozzátok össze, Jani, Nyebalac, gyerünk, toljátok! Húha, Nyebalac lement az egyenesbe a fűre. És érted, ő fog mindenki előtt állni a rajtnál. El tudod azt képzelni, hogy ilyen leges... Szerencsés. Mi lesz ott rajtnál? Azt kell, hogy átrepültök Olaszországba. Úristen. Mi másik pályára így átdob. Kviat ki is állt. Ennyi volt, megfutott a legjobb időt. De very tired from this session. David? Mi történt? Ugye ilyenkor megmarad a helyezésem. Szerintem tuti. Ha volt miért köridőd, akkor biztos. Nem biztos. Ne. David, gyerekek, falba állt. Ne. Dávidnak is jár a taps, én azt mondom. Nem hiszem. De nem, ha van miért időd, akkor szerintem... Hát van, megvágy. Ott vagyok mögötted. Hát akkor ennyi. Nem mondanám, hogy mert ilyenkor a... Q3-ba így szerintem még nem crasheltem. Érted? Rácsúsztam a box utca bejáratra. Észrevettem. Láttalak. Láttál? Ha. Jani nagyon gyorsan elváltja. Nem futottam meg egy Kviatot, hát mi ez? Jani nagyon gyorsan elváltja. Igen? Igen. Nem őt néztem, most nem Nyebalacot. Úristen, hogy vette az egyes kanyart. Azt a megmerett. Hú, ötöcsbe ott vi... az nem sok, egy kicsit. Junior velő rajta a utolsó helyre. Ja, nem lesz annyira egyedül. Vajon izgul, érzem rajta. Vagy már csak leszarja ezt a kört. Jani és Nyebalac között. Nyebalacról nem tudok sokat egyébként. Nyebalac, te mi volt a kevesszeged itt Twitch-en? Meg nem is tudom, tehát... Nekem nem ismerős neve egyébként így. Nem, írtam. Te egy ilyen csendes néző, vagy csendes gyilkos, vagy... Valószínű, igen. De... Ja, tényleg, ez a tizedik több a... Több éve.
tizedik a legrosszabb hely, Dávid, ahonnan indulhat. Hát tudom, de az is elég rossz. Ja, és Janinak nem sikerült, Jani csak harmadik lett. Csendes királya valac király. Jó, hát hülye, második, mert érted. Jaj. És Nyebalac megcsinálta, lenyomta Janit. Na ez meg. Amire rohadtul nem számítottam ma. Ez igen. Azt a mindenit. Mióta versenyzel, Nyebalac, hogy mit csinálsz te, hogy ilyen király vagy? Hatalmas GG a Nyebalacnak is. Lehet, hogy ő a Forma 1-es esportoló, hallod? És Janinak is. Lehet. Mert van azt hiszem egy magyar, aki tolja neki. Hát GG. GG. Most ilyenkor mi van, Dávid? Mert most nem történik semmi. Várakozunk, hogy beérkezzenek a... És be is érkeztek. Ja. Elvileg. Remélem. Haló. Elvileg Jani van egyedül a pályán. Igen. Nálam Nyebalacot írja, de nem bírok rá, mert... Jó verseny lesz. Azt mondod. Egyelőre nekem... Széjjel bugzik az egész. Hát nekem is most egy... Nézem a box utcát. De valakik mennek. Igen, mennek. Hát de what is this? Na. Na. Kváját 18 másodperces köridővel az első helyen. Érted, a harmadik szektor az 18 másodperc. Ó, hiszem bebagolt. Nyabalac a második helyem 34-9-el, nagyon szép, nagyon brutális. Megfutott olyat, amit még senki soha. Hát szép. Jani 35-1-el, nagyon szép. Feri a nyomában 36-1-el, hát csak egy másodperccel levaladva, az annyira hát nem sok. Köszi. Ötödik helyen Dávid, és úgy néz ki, meg is kapja az ötödik helyet, meg itt bajusz. Közöttünk lehet majd csata, Feri. Én nem fogom hagyni, rohadjál meg. Kváját ott lesz az első helyen, és nagyon-nagyon kellemes lesz, hogy seglassan el fog rajtolni az első helyre, érted? És az első kanyarban olyan káosz lesz. Az biztos. Borzalom. Borzalom, csak nem tudom, hogy mit lehet ezzel csinálni. Nagyon semmit. Szépen mindenki nyugodtan kerülje ki, és engedjük el. Jól van. Ne menjenek a Reddick, semmiféleképpen se. Mindenki nézze át a versenystratégiát, meg ilyeneket. Úristen. Akkor most itt a 53 körös. Mert nem lehet kilépni konkrétan. Ki lehet, ezt képpel szerintem. 90 perces, 53 körös verseny lesz. Úha, és nagyon nagy gumikopás. Akkor Alt F4 mindenki. Ja. Ha már betöltött mindenki. Igen. Remélem már betöltöttetek. Nyugodtan nyomjátok az Alt F4-et. Hú. Úgy bizony. Na. És akkor kilép a játék. Hát ez duró volt, ez érdekes volt. Ez jó volt. Volt itt minden. Asztalat. Asztalat. Jó van, reméljük, hogy... hogy elmenti. Azért visszalépek és megnézem, hogy... Na, Dávid, én elköszönök, mert nekem el kell mennem. Jól van. Gyorsan, úgyhogy... Jól van. Akkor 6 órakor találkozunk. Már 6 óra előtt indítjuk a streamet, azért egy 10-15 perccel, terv szerint, aztán meg majd ahogy sikerül, legyetek résen, az a lényeg. Szóval, nyomj meg, Kodi. El is tépett. Jó. Tehát legyetek résen, az nagyon fontos. Mind úgy nézők, mind úgy játékosok, addig menjen a chill, menjen a meditálás, vagy menjen akár a gyakorlás. Quick play-vel, amit szeretnétek. Lássuk csak. Championship, közösségi rész, Japán, így is van. Innen folytatjuk. Alig egy óra múlva. Köszi, itt voltatok. Mindenkit várunk vissza. Addig is. Szevasztok.